Szeretettel köszöntök mindenkit a Hajdúvihari Magyarok Szövetsége által szervezett Régről regélők előadás sorozaton. Nagyon sajnálom, hogy egy kicsit foghíjasak a sorok, mert most egy olyan előadás következik, ami minden tekintetben párját ritkítja. Előző alkalommal beszéltünk arról, hogy a történelem hamisítás az milyen iparággá fejlődött az utóbbi néhány évtizedben, évszázadban, és most egy olyan történelmi korhoz érkeztünk, ahol kiteljesedett és tobzódik ez a történelem hamisítás. Azonban egy valamivel, valakivel nem számoltak, egy olyan emberrel, aki szakmáját tekintve informatikus, és azzal lepte meg a történelem hamisítókat, hogy érdeklődik a történelem iránt. Ez az együttállás pedig azt eredményezte, hogy olyan információkat és olyan dolgokat fedezett fel a történelembe, amelyet hagyományos szemléletmóddal sok évtizeden keresztül mások nem vettek észre. Ezért részint a magyar történelem hamisításáról lebbenti fel a fájtlat, és ezáltal az európai történelem is teljesen új megvilágításba kerül. Gyakorlatilag szeretnék akkor önöknek bemutatni egy olyan kedves barátunkat, akinek a munkássága remélhetőleg a történelem hamisítók torkán akad. És hogy milyen jelentősége van az ő meglátásainak és munkájának, azt példázza, hogy Pap Gábor bátyánk segítségével egy könyv jelenik meg erről az időszakról, ebbe a témakörbe, és ez a könyv, hogyha minden jól megy, a következő év elején meg is fog jelenni, és azok az információk, amik most itt el fognak hangzani, az ebbe a könyvbe megtalálható lesz, és természetesen más új, jobb, bővített információkkal ki lesz egészítve. Kérem, fogadják szeretettel Tóth Gyulát. Na hát én is szeretettel köszöntöm önöket. A szervezőknek pedig szeretném megköszönni az ismételt meghívást. Hát ugye néhány gondolatot azért bevezetésként én is elmondanék saját magamról. Hát akik ismernek, azok tudják, hogy Heribert Illig kitalált középkor néven ismerté vált elméletével kezdtem foglalkozni körülbelül 10 évvel ezelőtt. Abban az időben, egészen konkrétan 2003-ban meg is jelent erről egy rövid kis tanulmányom, aminek az volt a címe, hogy a Magyar Krónikák és a kitalált középkor. Na most azóta hosszú évek elteltek, és látszólag nem rukkoltam elő semmi új felismeréssel, de azért a háttérben folyamatosan jöttek az újabb és újabb gondolatok a témával kapcsolatosan, és hát ahogy a felvezetőben is hallhatták, hamarosan, ha minden jól megy, akkor ez egy könyv formájában manifesztálódik a következő év elején. Ennek a könyvnek egyébként az lesz a címe, hogy Szkítiától Magrebig, a kitalált középkoron túl. Az előadásomnak is ezt a címet választottam. Illetve most így rögtön az előadás elején szeretném azt is elmondani, hogy erről a témáról az interneten van egy blogom, amit erről a témáról vezetek. Az a címe, hogy magreb.blog.hu. Hogyha esetleg valami az előadás során, amit itt elmondok, nem lenne teljesen világos, nem lenne teljesen érthető, ha fölmennek a blogomra, ott teljesen világosan és részletesen ki vannak fejtve az itt elhangzott gondolatok. Sok olyan gondolattal együtt is, amire esetleg talán nem fog ma este már sor kerülni, hogy elmondjam. No, tehát, ahogy említettem, körülbelül 10 évvel ezelőtt vetettem bele magam Illig elméletének a kutatásába. Ez úgy történt, hogy Pap Gábornak az egyik erről szóló előadását láttam az interneten. Ez a 11. parancsolat című előadás sorozat keretein belül valósult meg ez az előadás, amelyben Heribert Illig elméletét ismertette.
Azt mindenképpen el kell mondanom bevezetésképpen, hogy amikor én ezt az előadást meghallgattam, rosszalással fogadtam ezt az elméletet. Tehát szó nincs arról, mint amivel nagyon sokan vádolnak bennünket, hogy hát ugye a hivatalos tudományosság azt mondja, hogy itt Magyarországon van egy olyan délibábos vágyálmokat kergető kutató réteg, aki amint meghallotta Heribert Illichnek az elméletét, az rögtön rákattant a témára, és kritika nélkül átvette Illichnek a különböző állításait, és azóta is azokat szajkózza. Hát ez olyannyira nem igaz, hogy én azért kezdtem hozzá ennek a témának a kutatásához, mert meg akartam cáfolni Illich elméletét. Tulajdonképpen olyan mértékben fölháborodtam azon, hogy ilyen badarságokat lehet terjeszteni ma Magyarországon, hogy fejembe vettem, hogy én ezt az elméletet meg fogom cáfolni. És hát ugye még mielőtt előre szaladnánk, azért azt tisztázzuk, hogy ki volt ez a Heribert Illich, és egészen konkrétan miben áll az elméletének a lényege. Illich egy bajor kutató, aki az 1990-es évek elejére egy olyan tézist fogalmazott meg, amelynek röviden az volt a lényege, hogy az európai történelem három évszázada, a 7., a 8. és a 9. század egy minden valóság alapot nélkülöző kitaláció, amelyet nekünk el kell felejteni, ki kell törölni a történelemkönyvek lapjairól, és ezt a két végpontot ugye össze kell illeszteni, és ezáltal megteremtődik a történelmi folytonosság. Illich azt állította, hogy tulajdonképpen mindaz, ami 614 ősze és 911 ősze között történt, ez fiktív. Tehát egészen konkrétan meg is határozta ezt a két végpontot. Na most mind majd látni fogjuk, Illich elmélete azért egy kicsit sarkosabbra sikerült a kelleténél. Nagyon sok gyenge pontját sikerült felfedeznem Illich eredeti elméletének. És majd a továbbiakban erre ki fogunk térni, hogy igazából mi az, amiben nekünk Illichet korrigálni kell. Még bevezetésképp azt is elmondanám, hogy tulajdonképpen mi indította Heribert Illichet arra, hogy ezzel a tézissel előálljon. Hát nyilvánvaló, hogy nem hirtelen ötletből ragadtatta magát egy ilyen kijelentésre, hogy az európai történelem három évszázada fiktív, hanem ennek voltak azért előzményei is. Tudnélik, ő korábban ókori történelemmel is behatóan foglalkozott, és többek között publikált ő könyveket az egyiptomi piramisok építésének a módjáról is. Foglalkozott az egyiptomi kronológiával, Elő-Ázsiának a történetével, és rendszeresen belefutott egy olyan problémába, hogy ugye hát például az egyiptomi történelem kapcsán is beszélünk egyiptomi hosszú kronológiáról, meg beszélünk egyiptomi rövid kronológiáról. És ez a történelemkutatók között egy ismert tény, hogy bizonyos szakaszokat, tehát az egyiptomi történelem bizonyos részeit a kutatás kezdetén helytelenül duplán fűzték fel az időszalagra, és emiatt kialakult egy ilyen hosszú egyiptomi kronológia. De Elő-Ázsia történetéből egy másik példát is fölhozva, ott van például a mittani birodalom, amely az időszámításunk előtti 14. században virágzott. Most Illich rámutatott arra is, hogy ez a mitanni birodalom, ez ékírásos források alapján lett meghatározva. Viszont erről a birodalomról beszámoltak a görög források is, de ők már méd birodalomként említették. És ezt a két birodalmat egymás mellé libasorba fűzték föl az időszalagra, és most mi beszélünk egy időszámításunk előtt 14. században létezett mitanni birodalomról, meg beszélünk egy időszámításunk előtt 8. századtól 6. századig tartó méd birodalomról, holott, hogyha ennek a két birodalomnak a történetét egymás mellé tesszük, teljesen egyértelművé válik, hogy ugyanarról a birodalomról van szó. Ez volt az egyik olyan pont, ami Illichet elgondolkodtatta. A másik dolog az volt, hogy föltűnt neki 13. Gergely pápa különös naptárreformja. Ugye tudjuk, hogy 13. Gergely pápa 1582-ben korrigálta a Julián naptárt, amikor is 1582. október 5-e után mindjárt 16-át iktatott be a naptárba. Tehát tulajdonképpen 10 napot lépett át, és 10 napot hagyott ki a naptárból, és ezzel tulajdonképpen az volt a célja, hogy a tavaszi napi egyenlőség dátumát, amely 1582-re már jelentősen elmozgott az eredeti helyéről, újra visszakorrigálja arra az állapotra, ami Julius Cézár idején lehetett, amikor Julius Cézár ugye bevezette a Julián naptárt.
Igen ám, csak minden józan számítás szerint 13. Gergely pápának nem 10 napot kellett volna korrigálnia, hanem 13 napot. Tudnék, Julius Cézár korától számítva, 13. Gergely pápa koráig 13 nap csúszás gyűlt föl a időszámításunkban. És mégis 13. Gergely pápa 10 napot korrigált, és 10 nap átlépésével tudta tulajdonképpen a tavaszi napi egyenlőség dátumát visszaállítani március 21-ére, amely nagy valószínűséggel Julius Cézár idején is a tavaszi napi egyenlőség dátuma volt. Na most hát nyilván amióta Illig ezeket a dolgokat megfogalmazta, azóta hát ugye próbálják nagyon sokan cáfolni, azóta már fölmerült, hogy talán nem is március 21-e volt Julius Cézár idején a tavaszi napi egyenlőség dátuma. Ugye a hivatalos tudományosság azt mondja, hogy 13. Gergely pápának azért kellett 1582-ben csak 10 napot korrigálnia, mert nagy valószínűséggel a níceai zsinaton, amit 325-ben tartottak, már történt egy előzetes naptárkorrekció. És ott már korrigálták az addig fölgyűlt csúszást, emiatt ugye 13. Gergely pápának csak 325-ig a nicei zsinat évéig kellett korrigálni. Hát igazából ez egy megalapozatlan állítás, mert semmi erre vonatkozó konkrét információnk nincsen. Tehát ez egy hipotézis, ami vagy úgy volt, vagy nem volt úgy, de lényeg az, hogy Illig ilyen gondolatok mentén fogalmazta meg azt a tézist, hogy nagy valószínűséggel a sötét középkor 3 évszázada azért volt olyan sötét, mert meg sem történt. Föltűnt neki továbbá az is, hogy ebben a korszakban, a Bizáncban megszűnik az írásbeliség. Tehát érdekes módon a fiktív korszak előtt is, és a fiktív korszak után is a császárok udvari történetírókat alkalmaznak, akik kortársként örökítik meg az adott császárnak a cselekedeteit, az élettörténetét, stb. Viszont ebben a 3 évszázadban ilyenről szó nincs, hanem ennek a 3 évszázadnak a történetét utólag írják meg történetírók visszamenőleges hatállyal. Az építkezések megszűnésére is fölfigyelt Illig, aki észrevette, hogy a fiktív korszak előtt is gombamódra szaporodnak a különböző építmények Bizáncban, a fiktív korszak után is, de a kérdéses korszakból csak egy-két épületet ismerünk mutatóba, és több mint valószínű, hogy ezeket is csak utólag datálták bele ebbe a kérdéses korszakba. Tehát ezek voltak azok a gondolatok, amik őt elindították ezen az úton, és ezek mentén fogalmazta azt meg, hogy nagy valószínűséggel itt 3 fiktív évszázaddal állunk szembe, amit nekünk ki kell törölni a történelmi könyvek lapjairól. Na most Illig elméletét alaposabban tanulmányozva, nekem azonban úgy tűnt, hogy nem nagyon jó válaszokat adott a miértekre és a hogyanokra. Tudnélik, akik Illig elméletével ismerkednek, azok rögtön első kérdésként azt teszik föl, hogy hát miért tettek volna ilyet. Tehát egyáltalán kinek jutott volna olyan eszébe, és miért tett volna olyat, vagy mi haszna lett volna abból, hogy 300 évet belehazudik a történetírásba. Most Illig olyan válaszokat hozott erre a kérdésre, hogy ugye abban a korszakban volt egy olyan probléma, hogy a perzsák ugye harcoltak a bizánci birodalommal, és 614-ben elfoglalták Jeruzsálemet, és elhurcolták a kereszténység legszentebb erekjét, a Szent Keresztet. És hát ugye ez hatalmas érvágás volt az akkori keresztény világ számára, és mindenképpen vissza akarták szerezni a Szent Keresztet, viszont soha nem sikerült nekik a valóságban ezt visszaszerezniük. Ezért, mondja Illig, kitoldották az időszámítást 300 évvel, hogy utólag írhassanak ebben a 300 évben egy olyan történelmet, mely szerint a bizánci csapatok mélyen benyomulnak Perzsiába, ott megtalálják a Szent Keresztet, visszaviszik Bizáncba, és gyakorlatilag így megoldják ezt a problémát. A másik válasza Illignek a miértre az volt, hogy ebben a korban élt egy harmadik Ottó nevű német-római császár, aki Endekaiser szeretett volna lenni. Na most az Endekaiser kifejezés ez arra utal, hogy abban az időben volt egy olyan felfogás, hogy az a császár, aki az ezredforduló környékén uralkodik, és aki átvezeti a népét az új évezredbe, az Krisztus 1000 éves uralmát fogja megalapítani itt a földön, és annak a birodalma 1000 éven keresztül fönnmarad. És hát ugye ez nagyon vonzó dolog volt harmadik Ottó számára, és ő szeretett volna lenni az Endekaiser, viszont mivel a 600-as évek végén élt, ezért neki 300 év beiktatásával előre kellett állítani az órát ahhoz, hogy közvetlenül az ezredforduló elé pozícionálhassa magát.
Tehát ilyen dolgokat mondott Illig a mi értekre. Én azonban úgy éreztem, hogy itt sokkal több dologról van, sokkal nagyobb dologról van szó ennél. Tehát valahogy kicsit olyan valószerűtlennek tartottam azt, hogy a Szentkereszt visszaszerzése miatt, meg harmadik Otto endekájzeri ambíciói miatt ugye kitolják az időszámítást 300 évvel. Viszont, hogyha tényleg alaposabban megvizsgáljuk, hogy mi volt annak a korszaknak a lényege, az a döntő probléma, amire megoldást kellett találniuk, akkor azt látjuk, hogy ugye ez a korszak a népvándorlások kora után következő korszak. Tehát tulajdonképpen itt a fő problémát a sztyeppéről ide vándorolt hatalmas nép jelentette, Attila jelentette, Attila hun népe jelentette, aki tulajdonképpen halálos csapást mért a római birodalomra. És ők ezzel a naptárhamisítással ezt a csorbát szerették volna kiköszörülni. Illetve megszerették volna teremteni a lehetőségét annak, hogy a későbbiek során ez a birodalom újjá élethessen. Ugye azt tudjuk, hogy a fiktív korszakban kreált Nagy Károlynak a jelmondata éppen ez volt, hogy renovatio imperii romanorum, tehát a római birodalom restaurálása, újjáélesztése. De Attila ezt a birodalmat megszüntette, ők pedig egy ilyen titkos aknamunkával, amelynek részét képezte többek között az időszámítás 3 évszázaddal való kitoldása, ezt a birodalmat újjá szerették volna éleszteni. Tehát tulajdonképpen olyan eseményeket, olyan birodalmakat, olyan uralkodókat rejtettek el ebben a 3 évszázadban, amelyre a későbbi évszázadok során vissza lehetett hivatkozni, és amely uralkodókat nagy előképként lehetett fölhasználni a római restaurációs törekvések érdekében. Tehát az én megközelítésem szerint ennek a naptárhamisításnak a miértje az inkább ez, nem pedig harmadik Ottónak az endekájzeri ambíciói, illetve a Szentkeresztnek a visszaszerzése. Viszont Illig a hogyanok kérdésére is meglehetősen vérszegény választ adott. Ő azt mondta, hogy hát tulajdonképpen nem kell nekünk meglepődnünk azon, hogy senkinek nem tűnt föl ebből az egész műveletből semmi, hiszen abban az időszakban ugye az írásbeliség még nem volt olyan széles körben elterjedt, mint manapság, tehát a kolostorokban a szerzetesek, akik a különböző krónikákat írták, olyan dátumokat írtak azokba a krónikákba, amilyeneket csak akartak, egyszerűen nem kellett, hogy föltűnjön bárkinek is bármi ebből a műveletből. Természetesen igaza van Illignek, tehát én nem vitatom ezt az álláspontot, viszont én erre egy egészen más megközelítést javasolnék. Ez a megközelítés az igazából akkor kezdett bennem megfogalmazódni, amikor megnéztem a krónikáinknak a különböző dátumait, amelyeket a magyarok első, illetve második bejövetelére adnak. Ugye tudjuk, hogy a képes krónika azt közli, hogy Attila halála 445-ben történt. A kutatók azt mondják, a kutatók közül sokan azt mondják, hogy ez a 445-ös dátum, ez onnan jön, hogy a krónika író véletlenül fölcserélte Attila halála évének a két utolsó számjegyét. Tehát ez eredetileg 454 lehetett, csak mivel ez a két számjegy fölcserélődött, így 445 lett belőle. A Kézai Simon krónikája pedig azt mondja, hogy a magyar honfoglás 872-ben volt. De a képes krónika még azt is hozzáteszi ez a 445-ös évhez, hogy a magyarok második bejövetele az a 445-ös évhez képest 104 évvel később következett be. Tehát tulajdonképpen, ha direktben nem is mondja ki a képes krónika, de azért ebből a két adatból világosan megérthetjük, hogy a magyar honfoglásnak 445 plusz 104-ben kellett történnie. Ez pedig 549. Ez a képes krónika adata a magyarok második bejövetelére. Kézai Simon ezzel szemben közli azt, hogy a magyarok második bejövetele 872-ben történt. Amikor megnéztem, hogy mennyi az időbeli távolság tulajdonképpen a két dátum között, az 549 és a 872 között, az egy egészen különleges pillanat volt. Tudnék, amikor kiszámoltam, a különbséget az pontosan 323-at adott. Mi ez a 323?
Ugye tudjuk, hogy az ókorban több különböző időszámítási rendszer létezett. És többek között létezett egy olyan időszámítási rendszer is, amely Nagy Sándor halála évétől indult el. Azt tudni kell, hogy Nagy Sándor időszámításunk előtt 323-ban halt meg, és a halála évétől ugye elindult ez az időszámítás. Ez volt az Alexandrosz utáni éra. Na most, ha valaki valamilyen okból a középkor során még mindig ezeket a Nagy Sándor féle dátumokat használta, tehát Nagy Sándor féle évekkel mérte az időt, akkor pontosan 323-ban nagyobb dátumokat kellett, hogy használjon, mint azok, akik már Krisztus szerint mérték az időt. És íme itt van két magyar krónika, amely a honfoglalás datálása kapcsán pontosan előállítja azt a 323 éves különbséget. Na ekkor értettem meg azt, hogy a naptárhamisítás hogyanja mögött mást kell értenünk, mást kell gondolnunk, mint amit Illig feltételezett. Tehát nem arról van szó, hogy hát az írásbeliség nem volt elterjedt, és hát nyugodtan belehazudhattak 300 évet a történetírásba, úgyse tűnt föl senkinek semmi. Sokkal inkább arról van szó, hogy ebben az időszakban még több egymással párhuzamosan futó időszámítási rendszer létezett, amelyet a középkor tulajdonképpen az ókorból örökölt meg. Létezett a Szeleukida időszámítás, létezett a Nagy Sándor féle időszámítás, létezett a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítás. Aztán a magyarok is, ugye, akik keletről ide megérkeztek, ők is hozták magukkal a saját időszámítási rendszerüket. Így nagy valószínűséggel behozták az Indiában a mai napig használatos Sakabd féle időszámítást, ami 78 éves különbséget mutat a Krisztus szerinti időszámítás dátumaival. Tehát több különböző időszámítási rendszer létezett, és ezeket a középkor során, a középkor elején következetlenül használták. Tehát mi nem vehetünk mérget arra, hogy amikor egy krónikának valamely adatát olvassuk, hogy az egészen biztosan Krisztus szerint értendő. És ez a korszak tulajdonképpen a nagy keveredéseknek a korszaka volt. Ugye kelet felől megérkezett ide egy hatalmas nemzet, hozta a maga írásrendszerét, ami jobbról balra haladó írás volt, és itt olyan népeket talált, akik meg balról jobbra vezették az írásukat. Hozták a saját időszámításukat, és itt is találtak különböző időszámításokat. És ezek a különböző dolgok a középkor elején összekeveredtek. És ez idézte elő azt, amit most ugye Heribert Illig föltárt. Tehát azt, hogy tévedésből 300 év belecsúszott az időszámításba. Ami nagy valószínűséggel arra vezethető vissza, hogy egy Nagy Sándor féle dátumot, egy 323-mal nagyobb számértékű dátumot helytelenül Krisztusra vonatkoztatva olvastak. És ez már a keresztény időszámítás kezdőpontját arrébb lendítette 3 évszázaddal. Na most, amikor hát ugye én ebbe a kutatásba belekezdtem, hát ez volt az első nagy felismerés, hogy tulajdonképpen itt nagyon valószínű, hogy egyedül a magyar krónikák őrizték meg ennek a korszaknak a helyes időrendjét. Tehát amikor a magyar krónikák azt közlik, hogy a magyarok, tehát pontosabban Attila halála és a magyarok második bejövetele között mindössze csak 104 év telt el, ez sokkal komolyabban kell vennünk, mint ahogy azt eddig gondoltuk. Most bármilyen különös, én előttem még soha senki nem vizsgálta meg azt, hogy mi történik Attila halála után 104 évvel Európában. Tehát történik-e bármi olyan dolog, ami a mi számunkra gyanús lehet magyar szempontból. Ennyire nem vettük tudnék komolyan saját krónikáinknak a közléseit. Na most én megnéztem, hogy 104 éve mi történik Attila halála után. Ugye, hogyha Attila halálának a 454-es vagy 453-as dátumából indulok ki, és erre számítom rá azt a 104 évet, ami a magyarok második bejöveteléig el kellett, hogy teljen, akkor 558-ba érkezek. Megnéztem, mi történik 558-ban. Hát amit találtam, az teljesen döbbenetes volt számomra. Tudnék, 558-ban a következő eseményeket jegyezte fel a történetírás. Ebben az időszakban a Fekete-tengertől északra két egyértelműen minden kutató által hun utódnak tartott népet találunk. A Dontól nyugatra élnek a Kuturgur vagy Kutrigur hunok, a Dontól keletre pedig az Utigur hunok. 558-ban a Kutrigur hunok egy bizonyos Kinialk nevű fejedelemnek a vezetésével megtámadják Bizáncot, és egy balkáni hadjáratra kerül sor. Bizánc azért, hogy ezt a támadást kivédje, fölbéreli a Kutriguroktól keletre lakó Utigurok királyát,
aki egy bizonyos Szandlich kán volt, hogy ugyan már támadja már hátba a kutrigurok hátrahagyott szállásait. Szandlich rááll az alkura, és amíg a kutrigur sereg a Balkánon vívja véres harcát a bizánciakkal, addig ugye az utigurok hátba támadják a kutrigurokat, és a kutrigur nép benyomul Pannóniába, és a Duna partján telepedik le. Most amikor én ezt elolvastam, akkor azt mondtam, hogy kész, hát hogyan lehetséges, hogy ez eddig soha senkinek nem bökte ki a szemét. Hát ez a magyar honfoglás lefolyása mégpedig egy az egyben. Tehát tudjuk a saját honfoglásunkról, hogy az úgy zajlott le, hogy ugye a magyarok Leventének a vezetésével megtámadták Simeon bolgárcárnak a birodalmát. Simeon bolgárcár azért, hogy a magyarok támadását kivédje, fölbírálta a magyaroktól keletre lakó besenyőket, hogy ugyan támadják már hátba a magyarok hátrahagyott szállásait, mire a magyar fősereg Árpádnak a vezetésével benyomult Pannóniába. Na most én nem akarok belemenni abba a vitába, hogy ez a besenyő támadás ez milyen jelentőségű volt, hogy kiválthatta ez a magyarok mobilizálódását és a Kárpát-medencébe jövetelét. Most igazából csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez az eseménysorozat tökéletes és teljes egyezést mutat az 558-as eseményekkel. Csak amit 558-ban kutrigúroknak neveztünk, az 895-ben már magyar. Amit 558-ban utigúrnak neveztünk, az 895-ben besenyő, és a bizánci birodalom helyén 895-ben Simeon bolgárcár birodalmát találjuk. De a két eseménysorozat lefolyása a lehető legapróbb részletekig egyezik. Sőt, olyannyira egyezik a két eseménysorozatnak a lefolyása, hogy még a kutatók között az egyes, tehát erről a két dologról szóló viták is meglepően hasonlítanak egymásra. Tudnék, az 558-as eseményekkel kapcsolatosan azon vitatkoznak a kutatók, hogy vajon ennek a Kinialknak a balkáni hadjárata és Zabergán népének a Pannóniába való benyomulása egy ugyanazon esztendőben történt-e, vagy két egymást követő esztendőben. A magyar honfoglás tekintetében pontosan ugyanerről vitatkoznak a kutatók, hogy vajon Levente aldunai hadjárata ugyanabban az évben történt-e, mint Árpádnak a honfoglaló hadjárata. Tehát nem egyszerűen csak az események lefolyása hasonlít, de még a kutatók között a két eseménysorozatról zajló viták is meglepő hasonlóságot mutatnak. Tehát ilyen szinten kellene komolyan vennünk a krónikáinkat. De ez a 104 éves különbség érdekes módon nem csak egy helyen bukkan fel az időszalagon, hanem mindjárt két helyen. Ugye az egyik koordináta rendszer szerint a magyar honfoglás 558-ban történt, tehát Attila 454-es halála után 104 évvel. Viszont, hogyha én a magyar honfoglás 895-ös dátumából indulok ki, és ezt fogadom el helyes koordináta pontnak, akkor meg kéne nézni azt, hogy mi történik 104 évvel a magyar honfoglás hivatalosan elfogadott 895-ös dátuma előtt. Hogyha ebből a 895-ös évből levonok 104 évet, tehát annyi évet, amennyi a krónikáink szerint Attila halála és a magyarok második bejövetele között eltelt, akkor a 791-es esztendőbe érkezek. Történik-e bármi 791-ben? Kiderül, hogy igen, történik. Tudnék, pontosan ez az év a Nagy Károly által, Nagy Károly Frank birodalma által a pannóniai avarok ellen indított háborúnak a kezdő éve. Tehát ezen a ponton hirtelen azt is megérti az ember, hogy Nagy Károly és a pannóniai avar birodalom háborúja az valójában nem más, mint Aladárnak és Csabának a konfliktusa. Tehát ez a 104 éves távolság egyszerre két helyen is ott van a történelem könyvek lapjain. Egyszer Attila halálának 454-es éve és 895 között, tehát a Kutrigur-Utigur események között, másrészt ott van a Nagy Károly háborújának 791-es kezdőjével és a magyar honfoglás 895-ös dátuma között is. Na most tovább vizsgálva ezeket az időszámítási problémákat, rendre belefutottam egy 44 éves eltérésbe. Tudnélik, föltűnt nekem Attilának az extrém hosszú uralkodási ideje. Ugye a krónikák följegyzik, hogy Attila 44 évig királykodott, 5 esztendeig vezérkedett és 124 évig élt. Most ez a 124 éves élettartam, ez nekem nagyon irreálisnak tűnt, és elgondolkodtam rajta, hogy mi lehet az oka annak, hogy a magyar krónikák egy 124 évről számolnak be. Az első gondolatom ezzel a 44 éves királykodással volt kapcsolatos. Tehát valahogy nem volt számomra életszerű az, hogy itt jön ez a nagy király,
aki 5 esztendeig vezérkedik, majd jön egy 44 éves rejtélyes királykodás, ami alatt igazából semmi különös nem történik, majd miután ez a 44 éves királykodás letelik, gyorsan lezavar két hadjáratot Róma ellen, egy nyugati hadjáratot, meg egy itáliai hadjáratot, és utána meghal. Tehát nekem ez a 44 éves királykodás keltette föl a gyanúmat, amit a képes krónika közöl Attila életével kapcsolatban. És ekkor jutott eszembe, hogy Uwe Topper, aki a Nagy naptárhamisítás című könyvet írta, Topper egyébként Illignek az egyik munkatársa, ő beszámolt egy olyan időszámítási rendszerről, amely Julián naptár bevezetésétől vette a kezdetét. Tehát bármilyen különös, amikor Julius Cézár időszámításunk előtt 45-ben bevezette a Julián naptárt, akkor nem csak egy új naptárszisztémát vezetett be, tehát nem csak azt határozta meg, hogy 365 napos legyen egy év, és 4 évente szökő évek kövessék egymást, hanem ettől az évtől, időszámításunk előtt 45-től el is indult az évek számlálásának a rendje. Tehát létezett egy olyan időszámítási rendszer, amely ettől az évtől vette a kezdetét. Viszont mivel az időszalagon nulladik év nem létezett, ezért a Krisztus szerinti dátumok és a Julián naptár bevezetésétől induló dátumok között nem 45 év a különbség, hanem csak 44 év. És ekkor fogtam gyanút, hogy nem lehetséges-e, hogy tulajdonképpen Attila élettörténetében ez a rejtélyes 44 éves királykodás csak azért került bele, mert valakik valamikor az életének a közepébe beleiktattak egy ilyen 44 éves fiktív szakaszt. Tehát magyarul Attila életének az elejét még Krisztus szerint datálták, Attila életének a végét pedig, tehát a nyugat-európai hadjáratát, a itáliai hadjáratát, majd a halálát, és a halála után kitört háborút Csaba és Aladár között, az pedig a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszer dátumaival datálták. Na most tovább gondolkodva ezen a kérdésen, hát ugye elgondolkodtam azon, hogy a krónikáink világosan írják, hogy Attila halála után Csaba és Aladár összetűzésbe keveredett egymással, ugye a trónutódlás kérdése ugye fölmerült, és mindketten uralkodni kezdtek. Ugye krónikáink leírják, hogy Veronai Detre álnoksága miatt ugye a hunok pártokra szakadtak, némelyek Attilának a Krimhild német fejedelemasszonytól származó fiát, Aladárt akarták királlyá tenni, a hunok józanabb része pedig Csabával tartott. Na most Csabáról azt kell tudni, hogy krónikáink leírása szerint ő Honorius görög császárnak a lányától született. Tehát tulajdonképpen Honorius görög császár az Csabának az anyai nagyatja volt. Na most a krónikák följegyzik, hogy Csaba, miután az Aladárral vívott küzdelmei során alulmaradt, éppen ide menekült, tehát Honorius görög császárhoz menekült, és Tesszalonikában telepedett le. Viszont van egy súlyos probléma. Mégpedig az, hogy ugye Attila 454-ben hal meg a hivatalos verzió szerint, és ha ekkor kerül sor Aladár és Csaba harcára, és ezután menekül Csaba Görögországba, akkor Honorius már nem találhatta életben. Hiszen Honorius 423-ban már meghalt. Ez hogyan menekülhetett volna Csaba egy olyan császárhoz Görögországba, aki 454-ben már 30 éve halott volt? Tehát teljes képtelenség. Ha azonban feltételezem, hogy ezek az események, tehát Attila életének a befejező szakasza, a két hadjárata és Csaba és Aladár küzdelme valójában 44 évvel korábban következett be, akkor mikor is kerül sor igazából erre a háborúra? Akkor ugye Attila halála évéből le kéne vonnunk 44 évet. Most ha Attila 454-ben hal meg, és a halála évéből levonom ezt a 44 évet, akkor 410-be érkezek. Hogyha ekkor kerül sor Csaba és Aladár küzdelmére, és Csaba ekkor menekül Honoriushoz Görögországba, akkor még nagyon is életben találja Honorius görög császárt, sőt, még az is kiderül, hogy innentől kezdve, tehát 410-től 423-ig, Honorius haláláig még 13 év telik el. És mit ad Isten? A krónikák világosan beszámolnak arról is, hogy Csaba 13 évig időzött Honoriusnál Görögországban. Tehát döbbenetes módon rögtön érthetővé válik, hogy hogyan tudott 13 évet eltölteni Csaba Honoriusnál, holott ugye a hivatalos verzió szerint, amikor erre a trónutódlási küzdelemre sor kerül, akkor Honoriusnak már 30 éve halottnak kellett volna lenni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Attila valójában nem 454-ben halt meg, mert ez a 454-es dátum, ez korrekt ugyan, csak nem Krisztus szerint értendő, hanem a Julián naptár bevezetésétől értendő. Hogyha én ezt átkonvertálom Krisztus szerinti dátumra, akkor ez 410. Na megnéztem, hogy mi történik Európában ebben az időben, tehát 44 évvel Attila előtt.
Történik-e bármi 410-ben? Ugye 410-ben hal meg Attila, és ekkor kezd egymással harcolni Csaba és Aladár. 410-ben a következő dolgot találtam. Fölbukkan egy Alarik nevű gót fejedelem, aki pontról pontra a legapróbb részletezettségig ugyanazokat tette, mint Attila 44 évvel később. Ugye én a 2003-as a Magyar Krónikák és a Kitalált Középkor című könyvemben táblázatos formában kimutattam, hogy amit tesz Alarik a 400-as évek első évtizedében, pontosan ugyanazt teszi Attila 44 évvel később. Hát ugye Alarikról, pontosabban Attiláról is föl van jegyezve, hogy a hunok kezdetben a balkáni részeket támadták. Tehát a Tárnokföldi meg a Cézőn-Mauri csata még a balkáni területek ellen irányult. Ugyanezzel kezdi a munkálkodását Alarik is, először a balkáni területeket támadja. Aztán Attila váratlanul békét köt a Balkánnal, nagy valószínűséggel ekkor vette feleségül Honorius görög császár lányát, tehát született, létrejött egy dinasztikus házasság, ami megalapozta a balkáni területek, tehát a görög területek és a hunok közötti békét, és ezek után Attila nyugat felé fordította a tekintetét. Pontosan ugyanezt találjuk Alarik élettörténetében is, hogy Alarik hirtelen békén hagyja a Balkánt, és nyugati részeket kezdi támadni. Attiláról ugye föl van jegyezve, hogy a rémült rómaiak Leó pápa vezetésével békéltető küldöttséget küldtek elé, és hát itt végül is lebeszélték Attilát arról, hogy a Róma városát elpusztítsa. Érdekes módon ugyanez az elem Alarik történetében is megvan. Róla is föl van jegyezve, hogy a rómaiak békéltető küldöttséget küldtek Alarikhoz. Sőt, Attiláról ugye az a hagyomány járja, hogy hármas koporsóban folyómederbe temették. Mit ad Isten? Kiderül, Alarikot is folyómederbe temették, egy kis itáliai folyómedrébe temették el. Sőt, Attiláról föl van jegyezve, hogy élete végén azt fontolgatta, hogy most át kell a tengeren, meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát is. Tehát miután Európában tulajdonképpen az egész kontinenst meghódította, utána már azt forgatta az elméjében, hogy akkor most az afrikai részeken is hódításokat fog végezni, tehát a régi római birodalom afrikai provinciáit is meghódítja. Ugyanez az elem Alarik történetébe is átkerült. És a két uralkodó között, tehát a gót Alarik és a hun Attila között érdekes módon pontosan ez a 44 év távolság van. Most van egy kutató, akit Prácki Istvánnak hívnak, ő hívta fel a figyelmet arra, hogy a kérdéses korszakban nem csak különböző időszámítási rendszerek keveredtek ám össze, hanem különböző írásrendszerek is. Tudnék, amikor a hunok ide megérkeztek, akkor magukkal hozták a maguk jobbról balra haladó írását, a rovás írást. Az itt talált latin-görög kultúrának ugye balról jobbra haladó írása volt. És abban az időben, hogyha egy krónikás, mondjuk egy rovásos feljegyzést át akart írni latin betűsre, akkor könnyen előfordulhatott, hogy bizonyos neveket, mondjuk királyneveket vagy népneveket elfelejtett megfordítani. Tehát magyarul nem balról jobbra írta le, hanem jobbról balra jegyezte föl. És így fordulhatott elő például az is, hogy Alarik nevét azt valójában nem jó irányba írták le, tehát nem abba az irányba rögzült a történelemkönyvek lapjain, mint ahogy ezt eredetileg érteni kellett. Tudnék, Alarik neve visszafelé olvasva Kirala, tehát király. Attila királyi titulusa. Tehát láthatjuk, hogy így gyártanak nekünk hősi germán múltat 44 évvel a hunkorszak előtt, hogy jöttek a gótok, ugye rettegésben tartották Rómát, sőt, ugye Attila nem hódította meg Rómát, nem foglalta el. De a 44 évvel előtte kreált Alarik, az le is rombolja Rómát, meg kifosztja, stb. Tehát ők egy dicsőséges múltat építettek föl, tulajdonképpen a hun történet alapjaim. Na most tovább boncolgatva ugyanezt a 44 éves problémát, megnéztem azt is, hogy mi történik Európában 44 évvel a hun korszak előtt nyugaton. De ugye ezek keleti események voltak, elsősorban a balkáni részeket érintő események, de mi történik nyugaton? Ugye tudjuk, hogy Attila a híres nyugati hadjáratát, amely során sor került a híres katalánumi ütközetre,
a hivatalos verzió szerint 451-ben vezette. Ha én feltételezem, hogy ez a 451-es dátum, ez is egy Julián naptár bevezetésétől értendő dátum, akkor nyilván 44 év levonásával Krisztus szerinti dátumra kéne ezt a dátumot konvertálnom. Ha 451-ből elveszek 44-et, akkor eredményképpen 407-et kapok. Megnéztem, hogy mi történik a 407-es évben. Hát, amit találtam, arra megint csak azt tudom mondani, hogy döbbenetes. Tudnélik, a 407-es évben a következőt jegyezte fel a történetírás. A Kárpát-medencéből kiindulva egy alán, vandál és szvéb csapatokból álló sereg megindul nyugat felé, a Duna és a Rajna vonalát követve, ugye, és 406 szilveszterén elérkezik Galliához. Ekkor átkelnek a befagyott Rajnán, és a 407-es év elején feldújják a tartományt. Tehát vegyük észre, hogy ez az eseménysorozat egy az egyben Attila nyugat-európai hadjárata, csak 44 évvel korábban. Tehát a 407-es alán, vandál és szvév dúlás, illetve a 44 évvel későbbi hun dúlás az egy az egyben ugyanaz. És az is nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy ezek az alánok, vandálok és szvévek, ezek nem álltak meg Galliában. Hát ugye tudjuk, hogy a hivatalos verzió a hun hadjáratról azt mondja, hogy ott a nyugati seregek, gótok, rómaiak összefogtak, és tulajdonképpen egy óriási nagy csatában, a katalónumi ütközetben Attilát megállították, és onnan ugye a hunoknak vissza kellett kullogniuk a Kárpát-medencébe. Hát tulajdonképpen úgy állítják be az eseményeket, mintha ezt a csatát a hunok elvesztették volna. Érdekes, hogy a magyar krónikák arról számolnak be, hogy e csata után emelkedett föl aztán a hunoknak és Attilának a lelke, és a föld kerekségét pedig rémület töltötte el a hunoktól. Hát akkor értelemszerűen merül föl az emberbe a kérdés, hogy akkor most elvesztették a hunok ezt a csatát, vagy megnyerték, vagy esetleg döntetlenre jött ki. Tehát látható, hogy hogyan próbálnak nyertes csatáinkból is vesztes csatát kreálni utólag. Tehát a hivatalos verzió azt tanítja nekünk, hogy a hun támadás a katalónumi csatánál elakad, és akkor a hunok visszavonultak a Kárpát-medencébe. De érdekes módon ennek a hadjáratnak a krónikáink szerinti változata tud még egy olyan eseménysorozatról ezzel a hadjárattal kapcsolatosan, ami a hivatalos verzióba kimarad. Ez pedig nem más, mint a Hispániába küldött seregtestnek a története. Tudnélik, a krónikák világosan beszámolnak arról, hogy közvetlenül a katalónumi ütközetet megelőzően Attila a seregét megosztotta, és egyharmadát válogatott kapitányokkal az élen egy Hispániába betörő bizonyos Miramamona nevű marokkói szultán ellen küldte. És hát ugye közvetlenül ezután, hogy ez a seregtest elindult Hispánia felé, hirtelen a hunokat megtámadta Écius, római Patricius, 10 nyugati király seregeivel egyetemben. Most ekkor Attila visszahívatta ezt a Hispániába küldött seregtestet, és azok el is indultak visszafelé, hogy csatlakozzanak a hun fősereghez, viszont lekésték a katalónumi ütközetet. És emiatt, hogy ők nem értek vissza időben, emiatt soha nem mertek többé Attila színe előtt megjelenni, ezért visszamentek Hispániába, és ott telepedtek le, és krónikáink híradásai szerint annak a hazának a lakosaivá váltak. A krónikáink azt is hozzáteszik, hogy mivel ebben a seregben, tehát ebben a Hispániába küldött seregben sokan voltak kapitányokká téve, és mivel a kapitányokat az eredeti hun nyelvben spánoknak vagy ispánoknak nevezték, onnan kapta az egész térség a nevezetét, ezért hívják mind a mai napig Ispániának vagy Hispániának. Most érdekes módon a hivatalos verzióból ez a hispániai történet, tehát a Attila nyugat-európai hadjáratának ez a hispániai leágazása teljesen kimarad. Miért? Azért, mert azt mondják, hogy hát mekkora képtelenség már azt feltételezni, hogy Attila a 400-as években csapatokat küldhetett volna a Hispániába betörő arabok ellen, amikor tudjuk jól, hogy Hispániát az arabok majd csak 3 évszázaddal később kezdik abajgatni. Tehát 3 évszázaddal később jelennek meg Hispániában az arabok, a 700-as évek elején. Tehát akkor hogyan küldhetett volna a 400-as években Attila csapatokat Hispánia ellen, vagy a Hispániába betörő arabok ellen. Tehát vegyük észre, hogy megint ugyanaz a 300 éves probléma, hogy a mi krónikáink azok, amik hiteltelenek, amiket nem szabad komolyan venni, mert van ez a betoldott 300 éves ellentmondás.
Most érdekes módon, ugye visszatérve a hun hadjáratot 44 évvel megelőző alán vandális szvév hadjárathoz, érdekes módon ott ebben a történetben a hispániai leágazás, a hispániai kalandnak a története benne van egy az egyben. Tehát a hivatalos verzió szerint ugye ezek az alánok, vandálok és szvévek, akik 407-ben feldújják Galliát, nem fordulnak vissza a Kárpát-medencébe, hanem délfelé veszik az irányt, 407, vagy pontosabban 409-ben átkelnek a Pireneusokon, és Hispániában telepednek le. Tehát érdekes módon ebben a 44 évvel korábbi időségben megtaláljuk a Hispániába küldött, tehát Attilának a Hispániába küldött kapitányait. Sőt, hogyha tovább boncolgatjuk ezt a vandál kérdést, kiderül az is, hogy ezek a vandálok nem maradtak húzamosabb ideig Hispániában, hanem 429-ben egy bizonyos Geiserik nevű királyuknak a vezetésével átkeltek a Gibraltári tengerszoroson, és az észak-afrikai partok mentén haladva eljutottak egészen az ősi Kártágóig, azt meghódították, és megalapították a körülbelül 100 esztendeig virágzó alán és vandál királyságot. Na most, amikor ezeket az eseményeket elolvastam, akkor elgondolkodtam, hogy hát akkor egyáltalán kik lehetnek azok az alánok, kik lehetnek azok a vandálok, és kik azok a szvévek. A szvévekkel kapcsolatosan elég egyértelmű, hogy itt valóban germánokról van szó. Ez a szvév elnevezés, ez tulajdonképpen azonosnak tekinthető a mai sváb szavunkkal. Az alánokkal kapcsolatosan megint csak teljesen egyértelmű a kutatóknak az álláspontja, hogy amikor ugye alánokról beszélünk, akkor mindig azt a népcsoportot kell alatta értenünk, ami ma is köztünk él a jászság területén. Tudnék, ők a jászok. De ez nem csak ilyen alternatív, nem fővonalba tartozó kutatók mondják, ez a történelmi kutatásnak a teljes egyetemleges álláspontja, hogy az alán nép az a jász népnek feleltethető meg. Na, de akkor kik lehetnek ezek a vandálok? Hát, hogyha ez a hadjárat valóban Attila hadjáratának a 44 évvel korábbi lenyomata, akkor ki lehet ez a bizonyos vandál nép? Na, ekkor ugrott be, hogy Boda Lászlónak az egyik könyvében, amelynek az a címe, hogy Avarok és székelyek, találkoztam egy rendkívül érdekes népnévvel. Ugye azt mondják nekünk, hogy ugye a 670-es években már korai avarok jöhettek be, vagy pontosabban a korai magyarok jöhettek be Kubernek az onogur bolgár népével, és ezek között a korai magyarok között bizonyos vangár népcsoport is megjelent. Igen, nem csak, hogy a szláv népek mind a mai napig vengereknek hívnak bennünket. És ekkor értettem meg, hogy ez a venger vangár nép, hogyha átesik ezen a GD hangváltozáson, ez már vandál formát ölt. Tehát itt érti meg az ember, hogy az a vandál nép, amely ezt a hadjáratot 44 évvel Attila előtt végrehajtotta, amely eljutott Hispániáig, majd Hispániából Észak-Afrikába átkelve eljutott az észak-afrikai területekig, ez tulajdonképpen nem más, mint ez a vangár népcsoport, vangár, vagyis venger népcsoport, vagyis hungárok. Tehát ez a formula, ez a vandál formula, ez teljes mértékben levezethető ebből. Hát ugye tudjuk, hogy a bolgárokra nagyon sokszor alkalmazott nándor elnevezés, aminek van egy lándor formája is, ez ugyanez a forma. Tehát ugyanebből a hungár népnevünkből alakult ki. Viszont ebben a nándor formában a hungárban lévő NG már ND formában jelenik meg. Tehát teljesen egyértelmű, hogy létezett egy ilyen hangváltozás, hogy a hungárban lévő NG ND formává változott. És hogyha a vangárban változott NDV, akkor abból már a vandál formula vezethető le. Na most megnézve, hogy hát ugye rendkívül elgondolkodtató, hogyha valóban igaz az, hogy ez a népcsoport tulajdonképpen egy hungár népcsoport volt, tehát Attilának a Hispánia felé küldött seregteste, és ez a seregtest átkelt Észak-Afrikába, és ott egy 100 évig virágzó vandál királyságot hozott létre, akkor ez egy hungár királyság volt. Na, ezen a ponton, ezen a vonalon tovább mozogva elkezdtem tanulmányozni, hogy van-e bármi gyanús Észak-Nyugat-Afrikában magyar szempontból.
Megnéztem a különböző település neveket Észak-Afrikában. Döbbenetes dolgokat találtam. Tehát nem is tudom, hogy hány Behara nevű települést gyűjtöttem össze. Észak-Afrikában van összesen 6 darab Nádor nevű település. Ezek közül van olyan Nádor nevű település, amely egy Nádor nevű tartománynak a központja is egyben. Aztán nagyon sok Elmagar, Magara, Maguerba, stb. Ehhez hasonló elnevezéseket találtam. Tehát teljesen egyértelmű, hogy sőt a baszkokra, tehát pontosabban a baskírokra utaló település nevek sokasága, akkor a dáktörzsekre utaló település nevek sokasága. Tehát, hogyha valaki nekikezd is a marokkói, algériai és tunéziai település neveket magyar szempontból elemzés alá veti, akkor döbbenetes dolgokat találhat. És ekkor értettem meg, hogy hát hiszen ennek a teljes területnek, tehát ennek az egész észak-nyugat-afrikai térségnek van egy összefoglaló megnevezése. Ugye ezeket az államokat, ugye mint ahogy Hollandiát, Belgiumot és Luxemburgot Benelux államoknak szokás nevezni, ugyanúgy Marokkónak, Algériának és Tunéziának is van egy összefoglaló megnevezése. Úgy hívják ezt a térséget, hogy Maghreb. Most amikor ezt a Maghreb formulát hallottam, rögtön beugrott, hogy Egyiptomban a mai napig él egy olyan, tehát Afrikában a mai napig él egy olyan népcsoport, amely magát magyarábnak nevezi. Ez a magyaráb népcsoport, ez úgy került Afrikába, hogy ugye a török birodalom idején, az oszmán uralom idején a Magyarországon összefogdosott hadifoglyokat oda szállították, ott telepítették le. Na most ők a magyar nyelvüket már elvesztették, de a magyar azonosság tudatukat a mai napig is őrzik. És nagyon sokszor elmondják ezzel a magyaráb népcsoporttal kapcsolatban, hogy az ő nevükben ez az áb végződése, tehát ez a formula, hogy magyar áb, ez nem azt jelenti, hogy magyar és arab, nem a magyar és arab szavak összevonása által keletkezett, hanem az áb végződésnek mindig annyi a jelentése, hogy valamilyen törzsbeli, tehát valamilyen apától származó. Tulajdonképpen az apa szó van ebben az áb végződésben benne. Na most fölfigyeltem azonban arra, hogy a Maghreb formula meg a magyar áb formula, az mennyire hasonlít egymásra. Hát tulajdonképpen csak egy másra hangzó torlódás figyelhető meg a Maghrebben, de egyébként teljes mértékben megfeleltethető a magyar ábnak. Úgy tűnik tehát, hogy Észak-Nyugat-Afrikában tulajdonképpen azok a hungár kapitányok telepedtek le, akiket Attila annak idején Miramamona nevű marokkói szultán ellen küldött, és akik ugye nem mertek visszatérni többi a színe elé, mert lekésték a katalonomi ütközetet. Na most ott ezek a hungár kapitányok Észak-Nyugat-Afrikában létrehozták ezt a 100 évig virágzó alánis vandál királyságot, és onnan kiindulva, tehát Észak-Afrikából kiindulva támadták a római tartományokat, magát Rómát is megtámadták, és több földközi tengeri szigetet is elfoglaltak. Na most ez azért rendkívül érdekes, mert ha belegondolunk, ezzel tulajdonképpen Attila eredeti terveit hajtották végre. Hiszen a képes krónika magáról Attiláról jegyzi azt föl, hogy élete végén már abban gondolkodott, ugye, hogy át kell a tengeren, meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát. Tehát ő ezt már életében nem tudta elvégezni, de az a seregtest, amit Hispánia felé küldött, ez megtette azt. Na most nagyon érdekes volt megvizsgálni ezeknek a vandál királyoknak a neveit, akik átvezették ezt a népet Észak-Nyugat-Afrikába. Ugye az a vandál király, aki magát ezt a műveletet levezényelte, Geiserik volt. Na most a nevek végén ez a rik végződés, ez általában csak annyit jelent, hogy király. Hogyha ezt elhagyjuk a nevek végéről, akkor megkapjuk az eredeti tulajdonnevét ennek az illetőnek. Geiserik az valójában Geis volt. Na most ez a Geis név viszont nekünk magyaroknak nagyon sokat mondó. Tudnék, ez a magyar Géza nevünknek egy ősi formája. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy hívták ezt a fejedelmet, mint István királyunk apját. Geiserik fiának a neve is rendkívül sokat mondó. Tudnék, őt úgy hívták, hogy Hunerik. És akkor rögtön nyilvánvalóvá válik ennek a vandál népcsoportnak az etnikai hovatartozása. Az utolsó észak-nyugat-afrikai vandál királynak a neve Geila Mir. Ha ezt a Mir végződést lecsípjük, akkor egy Geila, vagyis Gyula nevet kapunk. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Észak-Nyugat-Afrika magyar szempontból rendkívül gyanús, és tudomásom szerint senki nem kutatja a témát. Tehát ez egy óriási fehér folt a magyar történelemkutatás területén. Na most visszatérve a krónikáinkra,
Ugye, hát ugye az első döbbenetes élmény az volt, hogy tulajdonképpen a krónikáinknak az időrendje maximálisan alátámasztja a Heribert Illig elméletét. De ezen a ponton szoktam én mindig elmondani azt, hogy vegyük észre, hogy itt két egymástól teljesen független és egymástól különálló dologgal állunk szemben. Tehát van egyrészt a magyar krónikás hagyomány, amely mindössze 104 évet vezet le Attila halála és a magyarok második bejövetele között, és van Heribert Illig elmélete, amely úgy került kidolgozásra, hogy Illig a magyar krónikás hagyományt egyáltalán nem is ismerte. Tehát ő 10 éven keresztül úgy, tehát egyrészt úgy dolgozta ki ezt az elméletet, másrészt 10 éven keresztül úgy védte Nyugat-Európában ezt az elméletet, hogy közben sejtelmesen volt arról, hogy itt Európában él egy olyan nép, amelynek olyan krónikás hagyománya van, amely egyébként maximálisan alátámasztja mindazt, amit ő fölvetett. Ugye nem csak azt állítják ám a magyar krónikák, hogy Attila halála és a magyarok második bejövetele között 104 év telt el, hanem egészen konkrétan meg is mondják, hogy ez a 104 év alatt 5 generációnyi generáció élt. Tehát tulajdonképpen Attilának volt a fia Csaba, Csabának Ed, Ednek Ügyek, Ügyeknek Előd, Elődnek pedig Álmos. Ez 5 generáció, tehát Attila halálától a magyar honfoglalásig 5 generáció telt el. Na most, hogyha egy generációt 20 évvel számolok, vagy 20-25 évvel szoktak számolni egy generációt. Ha 20 évvel számolok, akkor 5 generáció 100 év. Ha 25 évvel számolok, akkor 125 év. Tehát vegyük észre, hogy a krónika által közölt 104 éves távolság, ez pontosan beleesik ebbe az időkeretbe. Tehát még azt sem lehet mondani, hogy következetlenek a krónikák, mert 5 generációt vezetnek le, és pontosan ennek az 5 generációnak megfelelő 104 éves távolságról adnak hírt. Na most ezen a ponton egy kicsit alaposabban is megnéztem, hogy hát tulajdonképpen nekünk arra is érdemes utána gondolnunk, hogy mik azok a dolgok, amikről nem tudnak a magyar krónikák. Tehát mi az, ami a kérdéses korszakban történhetne, de a magyar krónikák nem számolnak be róla. Hát rendkívül érdekes megnézni, hogy pontosan a Heribert Illig által fiktívnek tekintett 3 évszázadban zajlik le Európa egyik nagy fénykora, a Karoling korszak, élén Nagy Károllyal. Most érdekes módon a magyar krónikák egyetlen szóval nem említik a Karoling birodalmat, sem Nagy Károlyt, ami azért is fölöttébb különös, mert éppen ez a Nagy Károly volt az, aki a pannóniai avar birodalmat tulajdonképpen felszámolta. És a Dunántúli részeket a hivatalos verzió szerint a saját birodalmához csatolta. Tehát tulajdonképpen, amikor a magyarok ide Európába megérkeztek, és sor került a honfoglalás nagy aktusára, akkor a Dunántúli területek elméletileg Nagy Károly birodalmához kellett volna, hogy tartozzanak. Mégis a magyar krónikák egyetlen szóval nem említik azt, hogy itt bármiféle frank birodalom, vagy bármiféle karoling birodalom, vagy maga Nagy Károly létezett volna. De nem csak Nagy Károlyt nem említik a krónikák, hanem nem számolnak be olyan birodalmakról sem, mint például az avar birodalom. Hova tovább? Azt a szót, hogy avar, le se írják. Sőt, időt se hagynak semmiféle avar birodalom számára, hiszen Attila halála és a magyarok második bejövetele között csak 104 évet vezetnek le. Hát vegyük észre, hogy ez fölöttébb különös, mert akárhol is éltek a magyarok ősei a honfoglásunkat közvetlenül megelőzően, mindenképpen valahol a Kárpát-medence közelében kellett lenniük. Tehát első kézből való információik lehettek volna a Kárpát-medencei avar birodalomról. Ehhez képest egy árva szót nem szólnak a magyar krónikák semmiféle avar birodalomról, sőt azt a szót, hogy avar le se írják. Ugyancsak különös, hogy pontosan ebben a 300 évben virágzik a Fekete-tengertől északra lévő területeken a Kazár birodalom. Természetesen a krónikák erről a birodalomról sem tudnak semmit. Egy szóval nem említik a Kazár birodalmat. Miért érdekes ez? Azért, mert honfoglalásunkat megelőzően a hivatalos verzió szerint mi éppen ennek a Kazár birodalomnak a kötelékébe tartoztunk. Tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy Bíborban született Konstantin följegyzi, hogy a magyaroknak korábban nem volt fejedelme, és a Kazár király volt az, aki Lebedit, ugye, fölkérte, hogy ő legyen a magyaroknak a fejedelme. Lebedi azonban szerény ember volt, és ezt a megtisztelő felkérést áthárította Álmosra. És ez lenne ugye a dicsőséges Árpádház eredete Bíborban született Konstantin szerint. De most azt mindenképpen el kell mondanom, hogy Heribert Illig a naptárhamisítás értelmi szerzői sorában éppen megemlíti Bíborban született Konstantin is. Tehát amikor mi Bíborban született Konstantint emlegetjük, és azt a történelem képet, ami az ő művéből
ugye kiviláglik, akkor jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy tulajdonképpen a naptárhamisítás egyik értelmi szerzőjének a munkájából tanulmányozzuk a saját múltunkat. Na most még egy érdekes dolgot meg kell említeni ezzel a fiktív 300 évvel kapcsolatosan. Tudnélik, ebben a korszakban nem csak Kazár birodalom, nem csak Avar birodalom és nem csak Karolink birodalom létezett, de volt egy bizonyos Onogur bolgár birodalom is. Ugye tudjuk, hogy ez az Onogur bolgár birodalom, ennek a feje egy bizonyos Kuvrát nevű fejedelem volt. Azt is tudjuk, hogy Kuvrátnak volt egy fia, Kuber, aki később a Kárpát-medencében telepedett le, tehát bebocsátást kért a népével a Kárpát-medencébe. Ugye fölmerül a kérdés, hogy mit kell nekünk gondolnunk erről a Kuvrát féle Onogur bolgár birodalomról. Rendkívül érdekes megfigyelni, hogy ugye tudjuk, hogy ennek a birodalomnak a felbomlására, tehát amikor, hát ugye, hogy ne szaladjak előre, a különböző krónikák följegyzik, hogy ugye Kuvrát vezette ezt az Onogur bolgár birodalmat, akinek több fia volt, és mikor már érezte azt, hogy a halála közeleg, akkor összehívta a fiait, és a lelkükre kötötte, hogy ne szélegyenek szét, mert hogyha szétszélednek, akkor egyenként könnyű őket legyőzni, de hogyha együtt maradnak, akkor legyőzhetetlenek maradnak. És ezt azzal demonstrálta, hogy fogott egy veszőnyalábot, egyesével sok-sok veszőt eltört, hogy ezzel is demonstrálja, hogy egy veszőt nem olyan nehéz eltörni, de hogyha összefogta az egész veszőnyalábot, akkor azt már nem tudta eltörni. Na most Kuvrát meghal, és hát a fiai nem fogadták meg apjuknak a tanácsát, és a szélrózsa minden irányába elszíladtak. Ekkor került sor az Onogur bolgárok, pontosabban Aszparuknak a aldunai honfoglalására. Ekkor jött be Kuber Onogur bolgár népe a Kárpát-medencébe, és Kovrátnak a különböző fiai ekkor szélettek szét a szélrózsa minden irányába. Na most mi az érdekes ezzel a történettel kapcsolatban? Az, hogy ez a 670-es dátum, amikor ezek az események lezajlanak, pontosan 297 évvel követi a Hun birodalom felbomlását, pontosabban a hunok első bejövetelét. Tehát azt a 373-as dátumot, amelyet a képes krónika közöl a hunok első bejövetelére. És ezen a ponton megérthetjük azt is, hogy amikor a krónikások ennek a Onogur bolgár népnek a szétrajzásáról tudósítanak, és többek között arról, hogy egy ága bejön a Kárpát-medencébe, egy másik ága a Balkánon telepedik le, ez valójában nem más, mint a hunok bejövetele, tehát a magyarok első bejövetele. Ugye mi mindig úgy szoktuk fölfogni, hogy a magyarok csak ide Pannóniába érkeztek be. Ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt. Tudnék, a bolgár történelem kezdetei is Attila népéhez vezetnek vissza, Hun birodalomhoz vezetnek vissza, és igen valószínű, hogy amikor a magyarok ide, az első bejövetelünk idején megérkeztek a Kárpát-medencébe, akkor ugyanennek a népnek egy másik ága az Alduna térségébe telepedett le, és őket ma bolgároknak nevezzük. Viszont nem csak magának ennek a népnek a bejövetele különös, hanem Kovrát és Kuber személye is. Tudnélik, föltűnt nekem, hogy ugye Kuber nem sokkal azután, hogy bejön a Kárpát-medencébe, mindössze 5-10 éven belül összetűzésbe keveredik a pannóniai avarokkal, háborúra kerül a sor, és Kubernek menekülnie kell a Kárpát-medencéből. Hova menekül Kuber? Hát tudjuk a feljegyzésekből, hogy Kuber délfelé veszi az irányt, és Görögországban telepedik le. Egészen konkrétan Tesszalonikában telepedik le. És ez azért nagyon érdekes, mert pontosan ugyanezt jegyezték fel a krónikáink Csabáról is. És itt már kezdtem ezen a ponton gyanítani, hogy amikor mi Kubernek a történetét olvassuk, akkor nagy valószínűséggel Csaba történetét kell alatta értenünk. Tudnék, Csaba volt az, aki Attila halála után ugye összetűzésbe keveredett bátyjával Aladárral, alul maradt és Görögországba menekült Honorius görög császárhoz, aki neki anyai nagyatja volt. De nem csak Kuber személye érdekes, hanem Kovrát személye is érdekes. Tudni, hogy Kovrátról meg azt jegyezte fel a történetírás, hogy Bizáncban nevelkedett, túszként élt Bizáncban, 619-ben megkeresztelkedett, majd ezek után megengedték neki, hogy visszatérjen szülőföldjére az Onogur bolgár birodalomba, és akkor Kovrát visszatér. Tehát ez a történet pedig az idős Csaba történetét tárja elénk. Tehát azt, aki 13 évet időzött Honoriusnál Görögországban, majd
Honorius halála után visszatért ősei székébe, Szkétiába. Ugye a krónika ezt világosan leírja, ezt a történetet, még azt is hozzáteszi, hogy a hosszú és viszontagságos utak miatt egy évig tartott az útja visszafelé Szkétiába. És ugye hozzáteszik azt is, hogy ott még életben találta nagyatját Bendegúzt, tehát Attilának az apját, és arra kezdte bíztatni az ott talált szkétákat, hogy minden estől menjenek vissza Pannoniába, és hát állítsák újra helyre atyának a széthullott birodalmát. Na most, amikor eddig a pontig elértem, akkor ugye föltűnt nekem egy nagyon érdekes dolog ezzel kapcsolatban. Mégpedig az, hogy nagyon érdekes, hogy mi mennyi mindent tudunk Csabáról. Tehát tudjuk azt, hogy ki volt az anyai nagyatja, tudjuk azt, hogy hogyan harcolt testvérével, Aladárral, hogy hova menekült, mennyi időt töltött Görögországban, hogy mennyi ideig tartott a hazaútja a Szkítiába, hogy ott még életbe találta Bendegúzt, tudjuk, hogy kik voltak a fiai, ugye Ed és Edömén. Még azt is tudjuk, hogy nem talált magának feleséget a szkíták között, mert ugye úgy tartották a szkíták, hogy nem igazi fia Attilának, mert nem szkíta anyától született, hanem egy görög császárnak a lányától, emiatt nem szívesen adták hozzá a lányukat, és emiatt Bendegúz tanácsára Csaba a korezmi birodalomból vett magának feleséget. És még az is föl van jegyezve, hogy amikor a magyarok bejöttek újra a Kárpát-medencébe Árpád vezetésével, akkor Ed még megérte a magyar honfoglalást, és atyának és anyjának nagy számú és népes rokonságával együtt jött be a Kárpát-medencébe. Tehát vegyük észre, Csabának a történetéről szinte mindent tudunk. Tehát a legapróbb részletekig ismerjük az ő élettörténetét. Holott ezeknek a trónutódlási harcoknak, amit Aladárral lefolytatott, ő volt a vesztese. És föltűnt nekem, hogy milyen érdekes, hogy a trónutódlási harcok győzteséről, Aladáról semmit nem tudunk. Tehát fogalmunk nincs arról, hogy hogyan alakul a későbbi sorsa, hogy akkor most uralkodni kezd-e valahol, alapít-e valahol birodalmat, és egyáltalán történik-e bármi vele. Na most ezen a ponton elkezdtem gyanakodni, hogy lehet, hogy Aladár története megvan valahol örökítve a történelemkönyvek lapjain, csak nem biztos, hogy Aladár néven ismeri a történelemkutatás. Megnéztem, hogy mi történik közvetlenül Attila halála után Nyugat-Európában. Tehát történik-e bármi gyanús? Kiderül, hogy 457-ben, tehát mindössze 3-4 évvel Attila halála után nyugaton, a semmiből fölbukkan egy bizonyos Childerik nevű uralkodó, aki a frank birodalom megalapítója is egyben. És akkor elkezdtem gyanakodni, hogy létezne, hogy ez a Childerik lenne Aladár. Ugye teljesen logikus lenne, hiszen tudjuk, hogy Aladárt az idegen nemzetség támogatta kevés számú hunnal. Ez az idegen nemzetség, ez főleg nyugati germán nemzetségeket jelenthetett, hiszen tudjuk, hogy Aladár Krimhild német fejedelemasszonytól született. Tehát neki még kötődése is volt ezekhez a nyugati germán területekhez. Sőt, az is feltűnt nekem, egy Pap Gáborral folytatott beszélgetés során Gábor fölhívta a figyelmemet arra, hogy milyen érdekes, hogy Childerik nevében az a szó található meg, amely a mai angol nyelvben a mai napig felfedezhető, a child, vagyis gyermek, valakinek a gyermeke. Tehát ki lehetett az a nagy uralkodó, akinek Childerik a gyermeke lehetett. És hát ugye ekkor gondoltam arra, hogy talán Childerikben magát, Aladárt kell fölismernünk. És ezen a ponton eszembe jutott az is, hogy ugye Heribert Illig Nagy Károly személyét fiktívnek tartotta. Tehát azt mondta, hogy Nagy Károly tulajdonképpen olyan néven uralkodó, hogy Nagy Károly soha nem is létezett, Nagy Károly teljes egészében kitalált, el kell felejtenünk, ki kell radíroznunk a történelemkönyvek lapjairól. Igen ám, csak én észrevettem, hogy Childerik uralkodásának kezdő éve és Nagy Károly uralkodásának kezdő éve között pontosan 311 év telik el. Tehát ugye tudjuk, hogy Childerik 457-ben kezdett uralkodni Nyugat-Európában. Ha ehhez hozzáadunk 311-et, az 768. 768 nem más, mint Nagy Károly trónra lépésének az éve. Igen, ám, de mi ez a 311 év? Hát ugye, aki a különböző egymással párhuzamosan futó időszámítási rendszerek témájában jártas, az pontosan tudja, hogy létezett egy úgynevezett Szeleukida időszámítás is, amely időszámításunk előtt 312-ben indult el.
Mivel nulladik év nem volt az időszalagon, ezért a Krisztus szerinti évek és a Szeleukida időszámítás dátumai között pontosan 311 év a különbség. Ha tehát én feltételezem, hogy Childerik uralkodásának, trónra lépésének 457-es éve egy Krisztus szerinti dátum, Nagy Károly trónra lépésének éve, meg 768-as dátum pedig egy Szeleukida dátum, akkor könnyen kiderülhet, hogy ez a két uralkodó, Nagy Károly és Childerik, gyakorlatilag azonos volt. Viszont ez automatikusan vezet tovább bennünket. Hogyha Childeriket Aladárral azonosítottuk, hát akkor és Nagy Károly pontosan 311 évvel később kezd uralkodni, akkor Nagy Károly sem lehet más, mint Attila idősebbik fia, Aladár. De ebből viszont döbbenetes dolgok következnek, ha belegondolunk. Tudnék, emlékezzünk vissza, hogy amikor Nagy Károly avarok elleni háborújáról beszéltünk, már ott feltételeztük, hogy tulajdonképpen ez nem más, mint Csaba és Aladár háborúja. Igen ám, de ugye ezt a frank birodalmat, ami az avar birodalmat szétverte, Nagy Károly vezette. Nagy Károly viszont akkor ezek szerint úgy tűnik, hogy azonos Aladárral. És ezen a ponton azt is megérti az ember, hogy miért örökítették meg Nagy Károlyt a magyar szent koronával. Tehát ugye tudjuk nagyon jól, hogy amikor Illige könyve megjelent, akkor az eredeti kiadásban ez egy olyan borítóval jelent meg, amely egy olyan festményt ábrázolt, ahol éppen Nagy Károlyt koronázzák császárrá, mégpedig éppen a mi szent koronánkkal. Ugye amikor mi ezzel szembesültünk, hát mi nem tudtuk hova tenni ezt a kérdést. Hát mit keres a mi szent koronánk Nagy Károlynak a fején? Egyáltalán hogy jön ahhoz bármilyen nyugati festő, hogy Nagy Károlyt a mi szent koronánkkal örökítse meg. Na most, hogyha én tudom, hogy Nagy Károly valójában Attila idősebbik fiával, Aladárral azonosítható, akkor teljesen logikus, hogy amikor ugye lezajlottak ezek a trónutódlási harcok, akkor nem csak azokat a sok-sok szekérre való kincseket vitte el a Kárpát-medencéből, a Hunbirodalom központjából, hanem vitte magával apjának, Attilának a koronáját is. És ez lenne tulajdonképpen az eredete annak, hogy miért ábrázolják nagyon sokszor Nagy Károlyt a mi szent koronánkkal a fején. Na most körülbelül itt tartott a kutatás akkor, amikor hát ugye idén, március 10-e, 11-e környékén ugye megrendezése került ez a Szkítiából kijöttekről című konferencia. És azt hiszem, hogy annak az előadásnak valahol itt is ért véget, tehát kb. Ez volt az utolsó momentum, amit ott ezen az előadáson még elmondtam, hogy mit kell gondolnunk nekünk tulajdonképpen Nagy Károlyról, és hogy Nagy Károly valójában Attila idősebbik fiával, Aladárral kapcsolatos. És minden, amit ezek után fogok mondani, az tulajdonképpen azután következett felismerés. Igazából azt tudom mondani, hogy ez a márciusi konferencia egy akkora lökést adott a kutatásoknak, hogy majdnem több adat gyűlt össze az azt követő néhány hónapban, mint az azt megelőző 10 évben együttvéve. Viszont ezen a ponton azt mondom, hogy tartsunk egy kis szünetet, és akkor az új felismerésekre majd a szünet után fogunk kitérni. A márciusi előadáshoz, a Szkítiából kijöttekről című konferencián elhangzott előadáshoz képest újdonság, de egyetlen egy dolgot még visszakanyarodnék a korábbi dolgokhoz. Tudnék, most itt fölmerültek kérdések a szünetben. Ugye ezt rendszeresen elfelejtem fölhozni ezt a témát, hogy hát mit kell gondolnunk nekünk a kalandozásokról. Tehát ugye tudjuk, hogy amikor a magyarok ide bejöttek a Kárpát-medencébe, akkor még néhány évszázadon keresztül kalandozó hadjáratokat vezettek Nyugat-Európa különböző területei ellen. Hát ezt a hivatalos tudományosság ugye úgy állítja be, hogy ezek egyszerű, teljesen adhok jellegű rabló hadjáratok voltak, mindenféle különösebb cél nélkül. Pontosabban volt céljuk, az egyetlen céljuk az volt, hogy lehetőleg minél többet raboljanak, minél többet fosztogassanak, minél több templomot dújjanak föl, stb. Na most, ha mindezeket ezeknek a fényében, tehát az korábban elmondott ismereteknek a fényében újra értelmezzük a kalandozó hadjáratainkat, akkor tulajdonképpen mit kell nekünk ezek alatt érteni? Hát ugye tudjuk, hogy Attila tulajdonképpen az egész kontinenst meghódította. Tudnélik,
A képes krónika följegyzi, hogy északot, délt, keletet és nyugatot széltében hosszában uralma alatt tartván azt forgatta elméjében, hogy át kell a tengeren, meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát. Na most teljesen nyilvánvaló, hogyha itt ezen a kontinensen lett volna egyetlen egy olyan talpalatnyi terület is, ami még nem állt volna Attilának a fennhatósága alatt, akkor nem gondolkodott volna abba, hogy most neki át kell vonulni a másik kontinensre, és ott is hódításokat kell végeznie, hanem először azt iparkodott volna elfoglalni. Tehát pusztán az a tény, hogy ő már Afrika meghódításában gondolkodott, azt jelzi számunkra, hogy itt Európa teljesen a lábai előtt hevert. Viszont ha ez így van, akkor gondoljunk bele abba, hogy itt van egy ilyen hatalmas uralkodó, egy hatalmas király, aki meghódította ezt az egész kontinenst. Vajon elképzelhető-e róla az, hogy visszavonul ezekről az általa meghódított területekről, anélkül, hogy a meghódított területeken hátrahagyna a helyőrségeket, kapitányságokat, ispánságokat, hogy felügyeljék az általa meghódított tartományokat. Tehát teljesen elképzelhetetlen. Tehát nyilvánvaló, hogy ő sem vonult vissza anélkül, hogy ezeken a területeken a maga helyőrségeit hátra ne hagyta volna. Viszont amikor Attila meghalt, és ugye kitört a trónutódlási háború Csaba és Aladár között, akkor ezek a kapitányok, ezek a hátrahagyott helyőrségek korona nélkül maradtak. És tulajdonképpen leszakadtak a hun birodalmi központról. És hát nem létezett olyan koronás fő, akiknek ők továbbra is alávetettjei lehettek volna. Pontosabban volt ilyen koronás fő, és pontosan Nagy Károly volt az a koronás fő. Ugye, tehát tulajdonképpen ezek az arisztokraták, tehát tulajdonképpen ezek a hátrahagyott kapitányságok a későbbi évszázadok során, mint Európa arisztokrata családjai éltek tovább, és ők képezték magvát a később létrejövő európai, különböző európai hercegségeknek, grófságoknak, királyságoknak. Tehát jó, ha tudjuk, jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy tulajdonképpen nem nagyot mondás az, ha kijelentjük, hogy az egész kontinens egy hun alapítású kontinens. Azok a hun kapitányok álltak a korai francia állam kezdeteinél, a korai német állam kezdeteinél, a spanyol állam kezdeteinél, akiket még Attila helyezett oda, hogy őrizzék, hogy felügyeljék azt a tartományt, amit ő meghódított. És hogyha ebből a szempontból értékeljük át a kalandozó hadjáratainkat, akkor miről volt itt szó tulajdonképpen? Hát ugye szó nincs semmiféle rabló hadjáratokról, hanem egész egyszerűen a honfoglaló magyarok, miután itt a Kárpát-medencében újra berendezkedtek, meglátogatták ezeket a nyugat-európai hercegségeket, grófságokat, kapitányságokat, hogy alávessék őket újra Attila jogos utódjának, az éppen aktuális magyar fejedelemnek. Tehát tulajdonképpen itt arról volt szó, hogy megpróbálták Attila összeurópai birodalmát, ami emiatt a belviszály miatt a trónutódlási harc miatt széthullott, megpróbálták újra helyreállítani. Tehát tulajdonképpen ők azért mentek el az olasz csizma sarkáig, meg azért jutottak el Hispániába, meg különböző területekre szerte a kontinensen, hogy ezeket a ott élő arisztokrata családokat, akik Attila hun kapitányaiból nőtték ki magukat arisztokrata családokká, hogy ezeket meglátogatva újra behódoltassák, és újra összeállítsák Attilának a széthullott összeurópai birodalmát. Tehát szó nincs semmiféle rabló hadjáratokról. Ugye még a nemzeti oldalon is nagyon sokszor úgy fogják fel ezeket a kalandozó hadjáratokat, hogy Nagy Károly rengeteg ökrös szekéren vitte ki az országból az avarok kincsét, és hát tulajdonképpen a honfoglaló magyarok a kalandozások során ezeket a kincseket akarták visszaszerezni. Hát szó nincs róla, hogy itt a kincsszerzés állt volna, vagy a kincseknek a visszaszerzése állt volna ezeknek az akcióknak a hátterében. Itt politikai dolgok álltak a háttérben, ezt a széthullott összeurópai birodalmat akarták újra létrehozni, és ezeket az ott élő kapitányokat akarták újra behódoltatni. Viszont ez azt a kérdést is fölveti, hogy hát ugye Fehér Mátyás Jenő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy az avar kincsek nyomában, ha jól emlékszem. És ő alapozta meg ezt a tézist, hogy tulajdonképpen a kalandozó hadjáratok ezeknek a Nagy Károly által elhurcolt avar kincseknek a visszaszerzésére irányultak. De ha nem is ez volt a fő célja a kalandozó hadjáratoknak, azért azon mindenképpen érdemes elgondolkodni, hogy hogyan kerültek ezekre a nyugat-európai területekre különböző keresztény kegytárgyaknak átminősített avarkincsek. Hát ugye, hogyha
Valóban az a helyzet, hogy Attila hun kapitányokat állított különböző nyugat-európai területek élére, akkor azok a kapitányok azokat az ékszereket, mint családi ékszereket vitték magukkal. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy ilyen palmettás, meg mindenféle egyéb díszítés, griffes indás díszítésű, később keresztjén kegytárgyá átminősített ilyen aranyékszereket, aranytárgyakat találunk Európa különböző székesegyházaiban. Ezeket azok a hun kapitányok vitték oda, akiket Attila annak idején a nyugat-európai hadjárata során hátrahagyott. Most még egy nagyon fontos dolog van, amiről a első részben elfelejtettem beszélni, ez pedig az anglo-szakszon hadjárat. Tudnék, bármilyen különös, hát ugye, aki a brit szigetek történelmét tanulmányozta, az tudja, hogy hát ugye a brit szigetek azok a római birodalom részét képezték az antik korban, de később a 400-as évek derekán, egészen konkrétan a kutatás ma 449-re teszi. Bizonyos angol és szakszon hódítók hódították meg ezeket a szigeteket, és ott létrehoztak 7 királyságot. Ezek a királyságok később egyesültek, és ezek alkották meg a későbbi Anglia alapjait. Na most nagyon engem elgondolkodtatott az, hogy milyen érdekes, hogy Attila nyugat-európai hadjárata hivatalos verzió szerint 451-ben zajlott, az anglo-szakszon hadjárat pedig 449-ben. Tehát mindössze 2 év a különbség. Sőt, valamikor nagyon régen, amikor még a debreceni kollégium nagykönyvtárában dolgoztam, hát ugye ott a könyves polcokon hatalmas évszázados atlaszok foglaltak helyet, és azokat úgy rendszeresen elővettem, föllapoztam, és ezek között találtam olyat, amely az anglo-szakszon inváziónak az évét még 451-re tették. Na most időközben ez a 451 valahogy 2 évvel korábbra csúszott vissza, hogy azt nem tudom, de minden esetre ez a 2 évvel való visszacsúzás csak azt tette lehetővé, hogy nekünk nehezebb legyen észrevenni, hogy tulajdonképpen az anglo-szakszon hódítás az nem más, mint Attila nyugat-európai hadjáratának a része. Tudnék, az angol népnév az nem más, mint ungár szavunknak az RL hangváltozáson átesett változata. A szakszon népnévről pedig már maguk az angol kutatók kezdik feszegetni, hogy nem más, mint a szakai szuna szóösszetétel, ami egyszerűen annyit jelent, hogy szakák, azaz skíták fiai. Tehát azok az anglo-szakszon hódítók, és azok az angolok, akik ott a brit szigeteken megtelepedtek, pontosan a 400-as évek derekán, tehát tulajdonképpen nagyjából Attila nyugat-európai hadjáratával egy időben, azok magyar hódítók voltak. Na most nem tudom, hogy ismerőse itt Varga Csabának a neve, nem olyan túl rég halt ő meg. Írt egy kitűnő könyvet, aminek az a címe, hogy az angol szókincs magyar szemmel. És hosszú-hosszú oldalakon hozza a különböző példákat, amelybe világossá teszi, hogy bármilyen különös most a mi számunkra, vagy szokatlan a gondolat, de tulajdonképpen az angol nyelvnek és a magyar nyelvnek nagyon-nagyon ősi, méreható kapcsolatai vannak. És oldalakon keresztül hozza a különböző szóegyezéseket, amelyek csak egyféleképpen magyarázhatók, és ő ezt a könyvének a végén ki is mondja, hogy hajdan egy nép volt az angol és a magyar. Tehát jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy nekünk még a brit szigetekhez is, tehát nem csak Észak-Nyugat-Afrikához, nem csak az európai, nyugat-európai területekhez, de még az angol szigetekhez is ilyen értelemben közünk van. És akkor most térnék rá azokra a felismerésekre, amik tulajdonképpen a márciusi konferencia óta születtek. Az egész ott indult, hogy hát ezen a konferencián tudjuk, hogy több különböző előadás volt, és az előadások szüneteiben rendszeresen odajött hozzám egy illető, beszélgetni, aki saját bevallása szerint a Dunántúlról érkezett, és kimondottan az én előadásom érdekelte, és hát ő minden egyes szünetbe odajött hozzám, és volt egy visszatérő gondolata, amit állandóan elmondott. Ez úgy hangzott, hogy higgyem el, hogy a níciai zsinat a kulcs. A níciai zsinat áll ennek az egész naptárhamisítás kérdéskörnek a központjában. És akkor jött egy másik előadás, majd egy újabb szünet, és megint odajött, megint elmondta, hogy a níciai zsinat a kulcs. Higgyem el, hogy a níciai zsinat a kulcs. Hát tudtam én azt nagyon jól, hogy a níciai zsinat az nagyon fontos a kitalált középkor elmélet szempontjából, hiszen tudjuk, hogy
A hivatalos tudományosság éppen erre a nicei zsinatra hivatkozik vissza, amikor azt állítja, hogy 325-ben a nicei zsinaton valószínűleg már korrigáltak 3 nap csúszást, tehát a Julián naptár eredendő hibájából fakadó csúszást, ami 325-re már 3 napot tett ki, azt a nicei zsinaton korrigálták, és emiatt 13. Gergely pápának 1582-ben már csak 10 napot kellett korrigálni. Tehát ő tulajdonképpen nem a Julián naptár bevezetéséig korrigált vissza, hanem csak a nicei zsinatig. Ugyanakkor, na még akkor egy kitérőt hadd tegyek villámgyorsan, itt a nicei zsinat, ha már szóba került, egy másik nagyon fontos szempontból is érdekes a nicei zsinat, ez pedig az, hogy a nicei zsinatnak egyáltalán nem az volt a fő kérdése, hogy most mindenféle naptár problémákat megoldjanak. Tulajdonképpen ők a húsvétnak a kérdését szerették volna megnyugtató módon rendezni, hogy mikor ünnepelje a keresztény világ a húsvétot. És erre hoztak egy szabályt, ami úgy hangzott, hogy mindig a tavaszi napi egyenlőséget követő első holtölte utáni vasárnap legyen a húsvét vasárnap. És későbbiek során ugye ehhez a módszerhez alkalmazkodott mindenki. De volt még egy nagyon érdekes napirendi pontja ennek a nicei zsinatnak, ez pedig az volt, hogy abban az időben a keresztény világban fölütötte a fejét egy eretnek mozgalom. Ez az ariánus eretnekség volt. Az ariánus eretnekségről azt kell tudni, hogy egy bizonyos Árius nevű pap terjesztette, ő volt a fő képviselő ezeknek az eretnek tanoknak, és ő azt hirdette, hogy tehát ő alapvetően elfogadta ugyan a zsidó és a keresztény szentíratokat, de Jézus Krisztus istenségét nem fogadta el. Tehát azt mondta, hogy Jézus Krisztus egy nagy proféta, hatalmas tanító, minden nagyon hasznos és nagyon jó, amit ő mondott, de nem volt egyenlő Istennel, tehát nem Isten fia. Tehát tulajdonképpen Krisztus istenségét elutasította. És a nicei zsinaton tárgyalták meg tulajdonképpen ennek a eretnek mozgalomnak a tanításait, és végül is úgy döntöttek, hogy ezt a mozgalmat kiátkozzák. Tehát ez már nem illett bele, tehát ez már fölvállalhatatlan és elfogadhatatlan volt a keresztény világ túlnyomó többsége számára, és ekkor Áriuszt a követőivel együtt kiátkozták. Uwe Topper figyelt föl arra, hogy milyen érdekes, hogy az ariánizmusról hallunk még ugyan a 300-as évek vége felé is egy keveset, még a 400-as évek elején is, még Attiláról is föl van jegyezve, hogy a Ravennában az ariánus érseket ugye eltüntette az útból Leó pápa biztatására. De a későbbiek során nem hallunk az ariánizmusról, a téma lecseng, ez az eretnek mozgalom megszűnik. És Topper fölhívta a figyelmet, hogy vegyük észre, hogy 3 évszázaddal később fölbukkan egy másik jelentős vallási mozgalom, amely alapvetően ugyanúgy elfogadja a keresztény és a zsidó szent iratokat, de Jézus Krisztus istenségét épp úgy kétségbe vonja. Ez a vallási mozgalom pedig nem más, mint az iszlám. Tehát az a mozgalom, amit ma iszlámként ismerünk. És ekkor értette meg az ember, hogy tulajdonképpen a 300-as évek ariánus mozgalma az a 3 fiktív évszázadot követően már iszlámként él tovább. Tehát nagy valószínűséggel Árius kiátkozása és Mohamed futása, ugye tudjuk, hogy az iszlám akkor vette kezdetét, amikor Mohamed Mekkából Medinába futott, ennek a hagyományos dátuma 622. A nicei zsinat, amikor Áriuszt kiátkozták, ez 325. És érdekes módon a két dátum között pontosan 297 év különbség van, tehát pontosan annyi, mint amennyit Heribert Illig fiktívnek tételez föl. És hát ugye ez a dolog, tehát az ariánis eretekség kezdetének a 297 évvel való későbbre csúsztatása, ez más dolgot is megmagyaráz nekünk, tudnik, világosá teszi, hogy miért épp 297 évet csúsztattak be az időszámításba. Topper ugyanis fölhívja a figyelmet arra, hogy a nicei zsinaton, ha használtak bármilyen időszámítási rendszert, az egészen biztos, hogy nem a Krisztus szerinti időszámítás volt. Hát egész egyszerűen azért, mert még akkor észbe se jutott senkinek, hogy Krisztus szerint kéne számolni az éveket. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy majd 2 évszázaddal később, 525-ben jön először egy Dionysius Exiguus nevű, egyébként szkíta származású szerzetes, és ő veti föl elsőként, hogy talán méltó lenne, ha nem mindenféle pogány időszámítási rendszereket használnánk, hanem Krisztus születésétől számítanánk az éveket. De hiába vetette ezt föl Dionysius Exiguus 525-ben,
Míg évszázadok kellettek, mire ez széles körben elterjedt. Ugye tudjuk, hogy a 700-as években élő angol krónikás Beda már Krisztus szerint számolta az éveket, de még neki se támadt követője hosszú időn keresztül, és majd az ezredforduló után keletkeznek csak olyan krónikák, amik ténylegesen a Krisztus szerinti időszámítást használják. Tehát Uwe Topper fölhívta a figyelmet arra, hogy a nicei zsinaton, ha használtak bármiféle időszámítást, az semmiképpen nem lehetett a Krisztus szerinti időszámítás. Mit használtak akkor helyette? Stopper erre is választ ad, elmondja, hogy a katolikus egyház, tehát az egyetemes keresztény egyház, még azt megelőzően, mielőtt a keresztény időszámítás széles körben elterjedté vált volna, a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszert használta. Ami ugye 44 évvel nagyobb dátumokat jelent, mint a Krisztus szerinti időszámítás, mivel hát ugye időszámításunk előtt 45-ben kerül sor a Julián naptár bevezetésére. Ha tehát a nicei zsinaton ők használtak bármiféle dátumot, akkor ők era szerinti dátumot használtak. Ennek a 325-ös dátumnak az era szerinti éve viszont már nem 325, hanem 44-jel több, azaz 369. És ekkor értjük meg, hogy miért pont 297 évet iktattak be az időszámításba. Azért, mert ha ez a 369-es era szerinti évhez hozzáadok 297-et, akkor eredményként éppen 666-ot kapok. Tehát tulajdonképpen ők azt szerették volna kifejezésre juttatni, hogy az az eretnek mozgalom, amely most őróluk leszakadt, amely Krisztus istenségét kétségbe vonja, megkérdőjelzi, az minden definíció szerint egy antikrisztusi mozgalom. Hiszen ki más lehetne antikrisztusi, ha nem az, aki Krisztus istenségét kétségbe vonja. Tehát még azt sem tudom mondani, hogy logikátlanul jártak volna el, teljesen logikusan jártak el. Ezt a dátumot, amikor ez az eretnek mozgalom elindult, 297 év hozzáadásával mesterségesen a félelmetes 666-os évre rögzítették, azért, hogy a saját híveiket tulajdonképpen ezáltal is visszatartsák attól, hogy ezt az eretnek mozgalmat kövessék. Tehát ezáltal is azt a jelzést szerették volna küldeni az emberek felé, hogy ne kövessétek ezt a mozgalmat, mert ez sátáni. És tulajdonképpen ez ennek a 297 évnek az eredete tulajdonképpen. Na de ezek már mind ismert információk, ezeket már a márciusi konferencián is elmondtam. Most mi volt mégis az, ami a nicei zsinattal kapcsolatban fölmerült bennem? Ugye ez az illető, ez rendszeresen odajött hozzám, és állandóan erre hívta föl a figyelmemet, hogy higgyem el, hogy a nicei zsinat lesz a kulcs. Miután hazatértem az előadásról, de kicsit utána néztem, hogy akkor mégis milyen szempontból lehet még jelentősége a nicei zsinatnak. Az első dolog, ami hát ugye elém jött, az volt, hogy milyen érdekes, hogy a nicei zsinatnak ez az era szerinti dátuma, ez a 369-es dátum, ez milyen közel van a 373-as évhez. Ugye mi ez a 373-as év? Krónikáink szerint, a képes krónika szerint ekkor történt a hunok első bejövetele. Tehát az Attila idején történt első bejövetel éve ez a 373. Tehát 369-ben megtörténik a zsinat, 373-ban mindössze 4 évvel később bejönnek a hunok. És akkor elgondolkodtam, hogy lehetett-e tulajdonképpen ez a zsinat a hunok mobilizálódásának a kiváltó oka. Tehát nem lehetséges-e, hogy esetleg itt ezen a zsinaton történt valami olyan dolog, ami a hunokat fölháborította, és emiatt úgy érezték, hogy most nekik be kell vonulni a nyugati tájakra. Na most ahogy így ezen gondolkodtam, hát elvetettem ezt a tézist, és ennek az volt az oka, hogy soha nem hasonlítok össze Körtét az almával. Tudnék, hogyha én azt mondom, hogy ez a 369-es dátum, ez egy era szerinti dátum, a 373-as bejövetel éve, meg Krisztus szerinti, akkor hogyan tudom össze? Tehát így nem lehet levezetni belőle, hogy akkor a két év közel volt egymáshoz. Az egyik Krisztus szerinti dátum, a másik era szerinti dátum. Nem vonhatok le következtetést abból, hogy ez a két dátum tehát szám mennyiségét tekintve közel áll egymáshoz. És le is vettem a kérdést a napirendről. Történt aztán, hogy egyszer odahaza a könyvespolcom rendezgetése közben, teljesen váratlanul, tehát még a számomra is meglepő módon, egy régi magyar krónika került a kezem ügyébe. Nem is tudtam korábban arról, hogy nekem ez a krónika megvan. Tehát benyúltam a könyvespolcra, ott megláttam egy érdekes gerincű könyvet, kihúztam, megnéztem mi ez, kiderült, hogy Hess András 1473-ban készült Krónika Hungarorum című műve. Mert ott rögtön azon melegében, még a létrán állva, azonnal föllapoztam, és mit keres az ember ilyenkor? Hát dátumokat. Milyen dátumot közöl a magyarok első bejövetelére, milyen dátumot közöl a második bejövetelére. Rögtön a 10. oldalon
Magam is meglepődtem, Hess András azt írja, hogy a magyarok Attila idején történt első bejövetele 328-ban történt. Na, ezen a ponton egy gyors fejszámolás következett. Mennyi az időbeli távolság? 328, tehát a Hess András által az első bejövetelre adott 328-as év, és a képes krónika által ugyanerre az eseményre adott 373-as dátum között. Kiderült, hogy a különbség pontosan 45 év. Tehát mindössze egy év különbséggel ugyanaz a 44 éves időbeli távolság, amiben számtalanszor belefutottam már a kora-középkor történetét vizsgálva. Na, ekkor elgondolkodtam. Akkor létezne, hogy ez a 373-as dátum, amelyet mind addig úgy gondoltunk, hogy ez egy Krisztus szerinti dátum. Ez valójában Julianuszi era szerinti dátum, tehát a Julián naptár bevezetésétől értendő. És ennek a Krisztus szerinti dátum a 328, tehát létezne, hogy már 328-ban bejöttek a hunok. És vegyük észre, hogy a zsinat megtörténik 325-ben, és 328-ban meg már bejönnek a hunok. Tehát mégiscsak közel volt egymáshoz ez a két esemény, a nicei zsinat, meg a hunoknak a bejövetele. Az egyik koordinátarendszer szerint az egyik történik 325-ben, a másik 328-ban, a másik koordinátarendszer szerint pedig az egyik történik 369-ben, a másik pedig 373-ban. De akár az egyik koordinátarendszerből indulok ki, akár a másik koordinátarendszerből, mindenképpen közel van egymáshoz a két esemény. Na, amikor idáig eljutottam, akkor eszembe jutott, hogy hát ugye nézzük meg, mi történik ugye 328-ban. Ki uralkodik ekkor Rómában? Milyen képet fest ekkor a római birodalom ebben a 328-as évben? Hát ugye ez alapvető fontosságú kérdés, mert ha ekkor jönnek be a hunok, akkor jó lenne tudni, hogy itt milyen római birodalommal kell szembenézniük. Kiderül, hogy a 328-as évben Nagy Konstantin uralkodik Európában, tehát az a nagy keresztény uralkodó, aki a kereszténységet végül is államvallássá tette, ugye tudjuk, hogy 313-ban kiadta a híres milánói ediktumot, amelyben vallásbékét hirdetett, 325-ben ő maga elnökölt a nicei zsinaton, és tulajdonképpen ő volt a későbbi keresztény uralkodók nagy elődje, nagy mintapéldánya, Nagy Konstantin. És akkor elgondolkodtam azon, hogy vajon a hun történetnek a krónikáink szerint fölvázolt verziója beleilleszthető-e maradéktalanul a 328-as képbe. Tehát magyarul lehetséges lenne, hogy tulajdonképpen amit a krónikáink leírnak a római állapotokról, a hunok első bejövetele idején, az vajon megfeleltethető ennek a 328-as állapotnak, amikor Nagy Konstantin egy erős kézben fogja össze a római birodalmat. Kiderült, hogy nem. Egyáltalán nem. Hiszen miről számolnak be a magyar krónikák? A magyar krónikák arról számolnak be, hogy amikor a hunok ide megérkeztek, akkor itt Pannonián, Pamfilián, Frígián, Makedónián és Dalmácián egy bizonyos szabariai származású Makrinus nevű fejedelem uralkodott. De a magyar krónikák beszámolnak arról is, hogy ebben az időben a rómaiak királyként emelték maguk fölé Veronai Detrét például. Aztán ugye tudjuk a magyar krónikákból, hogy ebben az időben a görög részeken egy bizonyos Honorius nevű császár uralkodott, akinek a lányát Attila később feleségül is vette, és akihez később Csaba a trónutódlási harcok után oda menekült. Tehát akkor mégsem volt egységes a római birodalom. Tehát amikor így ezeken a kérdéseken gondolkodtam, akkor úgy láttam, hogy hát ez egy tévút volt, tehát mégsem lehet 328-ra visszahelyezni a hun bejövetelt, hiszen a krónikák tudnak Honoriusról, tudnak Veronai Detréről, tudnak Makrinusról, holott 328-ban csak Nagy Konstantin uralkodik, nincsenek társuralkodói, és egyetlen kézben fogja össze a római birodalmat. Ekkor azonban eszembe jutott, hogy Heribert Illignek és Klaus Weisgerbernek ugye megjelent közösen egy könyve, ez nem az eredeti Kitalált középkor című könyv, hanem egy olyan könyv, amit kifejezetten a magyar vonatkozásokról írt. Ennek az volt a címe, hogy Magyarok a kitalált középkorban. És ebben a könyvben volt egy nagyon érdekes táblázat, ami Huszár Lajos nemzetközi hírű magyar numizmatikusnak a munkásságára alapozva táblázatos formában kimutatta, hogy melyik római császártól hány darab pénzérmét találtak a avarnak tartott egyébként hun sírokban.
És ennek a táblázatnak volt egy rendkívül érdekes adata, ami még Illignek meg Weisgerbernek a figyelmét is elkerülte. Mégpedig az, hogy míg a legtöbb császártól csak egy, kettő, maximum három darab pénzérmét találtak ezekben a avarsírokban, addig csak Nagy Konstantintól tizet találtak. Tehát egy hirtelen kiugró érték van Nagy Konstantinnál, és teljesen egyértelművé teszi, hogy ha ez a nép, amelynek a sírjait föltárták, amely valójában hun nép, nem avar nép, az csak olyan időben jöhetett be, amikor az a császár uralkodott, aki ezt a pénzt verte, Nagy Konstantin. Na most ez mégis elgondolkodtatott, hogy akkor mégiscsak Nagy Konstantinnak valami köze lehet a hun bejövetelhez. Gondoljuk át még alaposabban ezt a kérdést. És ahogy így gondolkodtam, egy teljesen másik vonalon mozogva a diokléciánuszi időszámítási rendszerrel kezdtem foglalkozni. Na most itt egy kis kitérőt kell tennem, hogy megértsük, hogy miért jelentős ez a diokléciánusz féle időszámítási rendszer. Ugye, tudjuk, hogy Diokléciánusz, ugye a római birodalom egyik császára volt, 284-ben került hatalomra, és ettől az évtől, tehát Diokléciánusz császár trónra lépésének az évétől elindult egy időszámítási rendszer. Ez volt az úgynevezett mártírkor. Most miért hívták mártírkornak a Diokléciánusz időszámítási rendszert? Azért, mert Diokléciánusz császár 303-ban a római birodalom történetének a legvéresebb és legkegyetlenebb keresztény üldözéseit zúdította a keresztények nyakában. És hát ugye, mivel ez a császár rengeteg mártírt adott az egyetemes kereszténységnek, ezért az ő trónra lépésétől induló korszakot mártírkor néven is ismerjük. De Diokléciánusz császár más szempontból is érdekes. Tudnélik, az uralkodásának az elején, hát ugye folyton azzal volt kénytelen szembesülni, hogy hol a Rajna mentén kell elhárítani a germánok betörését, hol Egyiptomban tör ki lázadás, és akkor gyorsan oda kell sietnie, hol a perzsákra koncátlankodnak, hol a birodalom egy másik részén van valami gond. Tehát állandóan ingajáratban volt a birodalom két fele között, és ebből neki elege lett. És egy rendkívül szokatlan lépésre szánta el magát. 292-ben, ha jól emlékszem, azt a döntést hozta meg, hogy a birodalmat Rómától keletre ketté kell osztani, és létre kell hozni egy keleti részt, meg egy nyugati részt. És mind a két rész fölé egy-egy császárt kell ültetni. Tehát legyen egy teljes jogú augusztusi rangot viselő császár nyugaton is, meg legyen egy teljes jogú augusztusi rangot viselő császár keleten is. Sőt, még ezzel sem elégedett meg, hanem azt mondta, hogy még az is kevés, hogy egy császár uralkodjon egy fél birodalom fölött, hanem legyen tulajdonképpen neki egy alcsászára, aki nem az augusztusi rangot viseli, hanem csak a cézári titulust. Hát tulajdonképpen egy olyan szisztémát hozott létre, hogy van egy birodalom, ami középen ketté van osztva, egy keleti és egy nyugati részre. A nyugati rész fölött is uralkodik egy augusztusi rangban lévő császár, akinek van egy cézári rangban lévő helyettese, meg a keleti rész fölött is van egy augusztusi rangban lévő császár, egy cézárral mellette. És hát így tulajdonképpen egyszerre egyidejűleg négy császár uralkodott a birodalom fölött. Ez volt a tetrarchiának a korszaka. Ugye a tetra szó az négyet jelent, ennek a négy császárnak a négyes fogatát nevezték abban az időben tetrarchiának. Viszont a tetrarchia az a római birodalom történetének a legrövidebb életű hatalmi berendezkedése volt. Tudnilik 305-ben Diokléciánusz és Maximianus császár, ugye Diokléciánusz császár magának a keleti részt választotta, és maga mellé Galerius császárt vette társcsászárként. Míg a nyugati részek augusztusa Maximianus császár lett, aki maga mellé társcsászárként azt a Constantius Chlorust emelte, akinek a fia lett a későbbi Nagy Konstantin. Most lényeg az, hogy 305-ben egy olyan dolog történt, ami példátlan a római birodalom történetében. Mindkét augusztusi rangban lévő főcsászár, tehát mind Diokléciánusz, aki keleten uralkodott, mind pedig Maximianus, aki nyugaton uralkodott, hihetetlen, hogy is mondjam, csak alázatról és önmegtartóztatásról tanúbizonyságot téve lemondott a hatalomról, és nyugdíjba vonult. Na
Na most, amikor a kortársak is föltették a kérdést Diocletianus császárnak, hogy hát mégis mivel magyarázható az, hogy kiengedi a kezéből a hatalmat és lemond, akkor ő a feljegyzések szerint azt a választ adta, hogy azért, hogy káposztát neveljek a saját kezemmel. Na most mindenki döntse el magába, hogy mennyire hihető egy római császárról, hogy ő most visszavonulott, fúj, nyugdíjba megy, és most kertészkedni akar a saját konyhakertjében. Tehát ez teljesen képtelenség. Mikor is történt mindez? 305-ben. Tehát vegyük észre, 305-ben tetrarchia van, 4 császár uralkodik a birodalom fölött, és hirtelen valami csoda folytán 2 császár váratlanul úgy dönt, hogy lemond, visszavonul. Na most ahogy így ezen gondolkodtam, ugye, mondom, azért kezdtem ezzel a témával foglalkozni, mert hát ugye a Diocletianus császár trónra lépésétől elindult egy időszámítási rendszer, a mártírkor, és hát ugye én, aki időszámítási rendszerekkel foglalkozok, hát illő, hogy erről a dologról is tudjak valamit, erről is legyen valami kevés információm. És hát igazából ez indított el, hogy a tetrarchia korával foglalkozzak. És amikor ugye egy másik vonalon mozogva belefutottam abba, hogy Hess Andrásnál a magyarok első bejövetele 328, de ez a 328-as év nem illeszthető bele maradék nélkül a Nagy Konstantin által uralt birodalomba, hiszen a magyar krónikák tudnak Makrinusról, tudnak Detréről, tudnak Honorius császárról, akkor hirtelen eszembe jutott, hogy álljunk csak meg. Nem lehetséges-e, hogy ez a 328-as év, ez tulajdonképpen 23-mal több a kelleténél. És hogyha ezt 23-mal korrigálom, tehát levonok a 328-ból 23-at, akkor pontosan 305-be érkezek vissza, vagyis Diocletianus és Maximianus császár rejtélyes lemondásának évébe. Na most, hogy értsék, hogy mi ez a 320, vagy mi ez a 23 év, tehát hogy nem megalapozatlanul dobálózok itt a különböző időbeli távolságokkal. Ugye régen föltűnt nekem, hogy Kézai Simon a krónikájában 872-t jelöl meg a magyarok második bejövetelének. Viszont ezzel szemben a magyar honfoglalás ma általánosan elfogadott dátuma 895. A kettő között 23 év a különbség. Aztán fölfigyeltem arra, hogy a Meroving dinasztia, tehát ugye annak a Childeriknek a dinasztiája, akit mi korábban Aladárral azonosítottunk, az Childerikkel kezdődik ugyan, de valami rejtélyes és számomra érthetetlen okból mégsem Childeriket tekintik a Meroving dinasztia és a Frank birodalom alapítójának, hanem a Childerik fiát, Klodvigot, aki 23 évvel Childerik után kezd uralkodni. De itt megint belefutottam ugyanebbe 23 éves differenciába. Aztán az is föltűnt, hogy noha Nagy Károly már 768-ban elkezd uralkodni, mégis a pannoniai avar birodalom elleni háborúját csak 791-ben indítja el. Tehát 23 éves szünet. Tehát vegyük észre, 768, tehát Nagy Károly trónra lépésének éve. És 791, amikor elindítja a háborút a pannoniai avar birodalom ellen, e között a két dátum között pont 23 év különbség van. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet ez a 23 év különbség. És ekkor hirtelen bevillant, hogy hát létezett még két másik időszámítási rendszer, amely nagyon széles körben elterjedt volt. Az egyik a Róma város alapításától induló időszámítási rendszer. Tudjuk, hogy a hagyományok szerint Róma városát 753-ban, időszámításunk előtt 753-ban alapították meg. De a görögöknek is volt egy hasonló időszámítása. Mégpedig az első olimpiai játékoktól induló időszámítási rendszer. Tudjuk, hogy az első olimpiai játékok megrendezésére 776-ban került sor. Na most, hogyha én ezt a két időszámítást tévesztem és összekeverem, és hol a Róma város alapításától induló időszámítással szinkronizálom az eseményeket, hol pedig az első olimpiai játékoktól induló időszámítással szinkronizálom az eseményeket, akkor egy ilyen fiktív 23 éves differencia előállhat összetartozó események között. Mivel ugye 776, időszámításunk előtt 776, az pont 23 évvel előzi meg 753-at, tehát Róma városának alapítását. És ekkor ezen a ponton eszembe jutott ez a 23 éves differencia, amikor ugye ezt a 328-as évet, ami Hess Andrásnál a magyarok első bejövetele, meg Diocletianus császár rejtélyes lemondásának 305-ös évét összevetettem, megnéztem, kiderült a kettő között pont 23 év különbség van. Na ekkor kezdtem gyanakodni, hogy nem lehetséges-e, hogy tulajdonképpen a magyarok bejövetele nem 373-ban történt, nem is 328-ban történt, hanem 328
8-23-ban, tehát 305-ben, vagyis pontosan akkor, amikor Maximianus császár és Diocletianus császár rejtélyes körülmények között letűnik a történelem forgó színpadáról. És akkor megnéztem, hogy eljátszottam a gondolattal, hogy lehetette ekkor a hunok bejövetele. És hát ugye kikről tudnak a magyar krónikák? Hát tudnak először is a magyar krónikák erről a Macrinus nevű császárról. Elővettem Kézai, pontosabban Macrinus nevű fejedelemről, aki a krónikáink híradása szerint Pannonián, Pamfilián, Frígián, Makedónián és Dalmácián uralkodott. Igen ám, csak Kézai Simon ezt úgy írja, hogy ebben az időben a rómaiak fölött egy Macrinus nevű hat folytatásban tanult tetrárka uralkodott. Tehát bármilyen furcsa, Kézai Simon krónikájában ott van világosan egy az egyben félreérthetetlenül, hogy ez a Macrinus tetrárka volt. Igen, nem csak a tetrarchia kora 306-ban már megszűnt, pont Nagy Konstantinnak a trónra lépésével. Tehát nem lehetett korábban 306-nál a hunoknak a bejövetele. És ekkor értettem meg, hogy tulajdonképpen Macrinusnak, pontosabban a Diocletianus császárnak és Maximianusnak a rejtélyes lemondása nem más, tehát nem más miatt történt, mint a hunok felbukkanása miatt. Tudnék, miről számolnak be a krónikák? Arról számolnak be többek között, hogy ez a Macrinus nevű tetrarka segítségül hívta ezt a veronai detrét, amikor hírét hallotta, hogy a hunok a Tisza mellé telepedtek, és sor került két nagy ütközetre. Az egyik ütközet az a Tárnokvölgyi csata volt, a második, itt még a hunok alul maradtak, kiismertik a rómaiak fegyverét és lelkét, így írják a krónikák, és a második csatában pedig megsemmisítő vereséget mértek a rómaiakra. Ez volt a Cézön-Mauri ütközet. Igen, ám csak a krónikák arról is beszámolnak, hogy ez a Cézön-Mauri ütközet során két római császár, Macrinus és Detre letűnt a történelem forgó színpadáról. Tudnék, Macrinus meghalt, ezt így a krónikák teljesen egyértelműen közlik, veronai Detre pedig nyilat kapott a homlokába, és ilyen halálos sebesüléssel tért vissza Rómába. Tehát vegyük észre, hogy két római császár egyszerre egyidejűleg eltűnik. És akkor hirtelen eszébe jutott az emberek, de hát hiszen pont ez van megírva Diocletianusról és Maximianusról. Tehát úgy tűnik, hogy egyikőjük Macrinusnak feleltethető meg, a másikójuk pedig veronai Detrének. Na akkor elgondolkodtam ezen a veronai Detre kifejezésen. Ez mindig is olyan különös volt nekem, ugye? Már a régi magyar mondákat olvasgatva is állandóan fölmerült ez a veronai Detre elnevezés, sőt még a Nibelung énekek, tehát a germánoknak mondai hagyománya is megemlékeznek erről a bizonyos Detre nevű illetőről. És elgondolkodtam, hogy mit jelenthet ez a név, hogy Detre. És akkor hirtelen beugrott, hogy hát mi mást jelenthetne, mint a tetra szót. Tehát vegyük észre, hogy a Detre nevét a különböző krónikák különböző alakban hozzák. Van, aki Detrének írja, van, aki Ditriknek, van, aki Tetrikusnak. Például a Tarihi Üngürüsz ugyanezt a nevet Tetrikus formában hozza. És itt értettem meg, hogy ez a Detre, Ditrik, Tetrikus, ez nem más, mint Tetrarkosz. Tehát a római birodalom egy másik negyedes fejedelme, aki történetesen a nyugati részek fölött uralkodott ebben az időben. Tehát és Macrinust is ugye tetrarkának nevezte az egyik krónika. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a hun bejövetel ekkor történt a 300-as évek legelején, 305 körül, amikor hirtelen Diocletianus és Maximianus császár letűnik a történelem forgó színpadáról. De akkor elgondolkodtam ezen a Macrinus neven is. Hogyha már ugye Detre nevét így megfejtettük, hogy ez tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy tetrarka, tehát semmit nem árul el ennek a császárnak, vagy ennek az illetőnek a tulajdon nevéről, akkor mit jelenthet a Macrinus név? Megnéztem, hogy különböző krónikák milyen alakban hozzák ezt a Macrinus nevet. Hát olyan alakok fordulnak elő, mint Macrinus, Matrinus, Maternus, stb. És Martinus ilyen elnevezés is van. És ezen a ponton hasított belém a felismerés, hogy hát hiszen ez a furcsa név, amit alig tudnak a krónikáink visszaadni, hogy Macrinus, Matrinus, Maternus, Martinus, nem más, mint Martirus. Tehát az a császár, aki a keresztény üldözések során ugye rengeteg mártírt adott az egyetemes kereszténység számára. Tehát tulajdonképpen az a Martirus, vagy Martinus, vagy Macrinus császár nem más volt, mint maga Diocletianus, aki 303-ban elindította a birodalom történelmének legvéresebb keresztény üldözéseit. Ez viszont döbbenetes következményekkel jár ez a felismerés, hogyha belegondolunk. Mert hirtelen megérti az ember, hogy akkor miért jöttek be a hunok?
Tehát mi volt a hun bejövetelnek az eredendő oka? Mi volt az, ami fölháborította a hunokat, és ami miatt bevonultak nyugatra is, és lecsaptak az asztalra, és véget vetettek ennek a birodalomnak? Hát a keresztény üldözések. Tehát vegyük észre, hogy az itt létünknek az eredendő oka az az, hogy ez a 108 nemzetség ott Szkítiában megelégelte azokat az üldöztetéseket, amik itt Európában folytak, és úgy döntöttek, hogy bejövünk, és ennek véget vetünk. És tulajdonképpen a római birodalmat úgy, ahogy van, szőröstől, bőröstől felszámolták. És itt érti meg azt is az ember, hogy tulajdonképpen miért nevezték a magyarságot 1000 éven keresztül a kereszténység védőbástyájának. Hát itt kezdtünk a kereszténység védőbástyája lenni. Attila idején, amikor a diokléciánuszi keresztény üldözéseket megelégelve bejöttünk, és tulajdonképpen ezt a keresztény üldöző császárt a Cézőmauri ütközetben legyőztük, és életét is vesztette ebben az ütközetben. Na, amikor idáig eljutottam, hát ugye ez önmagában is elég döbbenetes felismerés, és hát tudom, hogy időt is kéne hagyni, hogy az emberek emészik ezt a dolgot, de egyik felismerés következett a másik felismerésből. Tudnék, észrevettem azt, hogy ha én az első hun bejövetel idejét ténylegesen visszahelyezem a tetrarchia korába, tehát feltételezem azt, hogy ez az egész bejövetel, ez nem 328-ban, nem is 373-ban történt, hanem 305-ben, 2 évvel a keresztény üldözések kezdete után, akkor vajon ki lehet az a nagy Konstantin, aki közvetlenül ezt követően, tehát ezt a nagy felfordulást követően felemelkedik a semmiből, egy hatalmas nagy keresztény uralkodó mintapéldája lesz, és újra egy kézben fogja össze a birodalmat, és hát a későbbi keresztény uralkodók ugye őrá hivatkoztak állandóan vissza. És hirtelen bevillant, hogy senki más nem lehet, tehát a dolgok logikájából következően az időbeli keretet, ha megnézzük, ez senki más nem lehet ez a nagy Konstantin, mint maga Aladár. Tehát Attila idősebbik fia Aladár, egy másik idősíkon. Tehát vegyük észre, hogyha, ugye tudjuk, hogy Kézai Simon krónikájában a hunok első bejövetele 700-ban történik. Ez egy egészen késői koordinátarendszer. De ez egy létező koordinátarendszer, ugyanis Kézai Simon fehéren-feketén világosan közli, hogy amikor Attila idején a hunok ide bejöttek, akkor ez 700-ban történt. És a 768-ban trónra lépő Nagy Károly, aki szintén egy nagy és dicsőséges keresztény uralkodó, a keresztény uralkodók egy másik nagy mintapéldánya, senki más nem lehet, mint Aladár. Ugye őt Aladárral azonosítottuk. Na de hogyha ezeket az eseményeket egy másik koordinátorrendszer szerint elemzem, és feltételezem, hogy az első hun bejövetel 305-ben történt, és a tetrarchia agóniája, amikor ugye harcolnak a hunokkal is, és letűnik Macrinus meg Detre, pontosabban Diokléciánus és Maximianus császár, ez maga hun korszak, akkor az ezután a korszak után felemelkedő Nagy Konstantin senki más nem lehet, tehát ugyanazt a szerepet viszi, mint a 700-as évek koordinátorrendszerében Nagy Károly. Na akkor megnéztem, hogy milyen hasonlóságok vannak Nagy Károly és Nagy Konstantin élettörténetek között. Hát ugye az egyiket is Aladárral azonosítottam, meg a másikat is Aladárral azonosítottam, akkor illene, hogy valami átfedés, valami különös áthallás legyen a két nagy keresztény uralkodó története között. Hát mit ad Isten? Rögtön az első dolog, amibe belefutottam, a pápai állam adományozásának a kérdése, amely ugyanúgy fölmerül Nagy Károllyal kapcsolatosan, mint ahogy fölmerült Nagy Konstantinnal kapcsolatosan. Tehát bármilyen különös, mind a két hatalmas nagy uralkodóról föl van jegyezve, hogy ők adományozták a pápai államot. Ugye tudjuk, hogy ez a Donáció Konstantini, tehát az a nagy Konstantin császárnak az adomány levele, amelyben a pápai államnak adományozza ezt a területet, erről egészen korán már a középkor során sikerült kimutatni, hogy hamisítvány. És tudjuk azt is, hogy évszázadokkal, hosszú-hosszú évszázadokkal később Nagy Károly is ugyanezt a területet a pápai államnak adományozta. És fölmerül a kérdés, hogy miért kellett ezt kétszer adományozni. És akkor rögtön megoldódik a probléma, hogy nem adományozták kétszer, csak kétszer, két különböző idősíkon ugyanazok az események zajlódnak le. Tehát két különböző koordinátorrendszerrel állunk szemben, az egyik a 300-as évek elején veszi a kezdetét, a másik pedig a 700-as évek elején.
De más hasonlóságok is vannak tulajdonképpen Nagy Károly és Nagy Konstantin élete között. Például mind a kettőről tudni kell, hogy hát ugye amikor Papp Gábor az erről szóló, a kitalált középkorról szóló előadását 10 évvel ezelőtt megtartotta, már ő is fölhívta a figyelmet, hogy milyen különös, hogy Nagy Károly kétszer is át kell az Alpokon, holott ott még egy modern hadseregnek is feladná a leckét, hogy télen át kelljen az Alpokon. De Nagy Károlyról föl van jegyezve, hogy át kell az Alpokon a katonáival. Na most mi volt ennek az átkelésnek az apropója? Az volt, hogy Észak-Itáliába benyomult egy longobárd nép, amely a római pápaságot kezdte már veszélyeztetni. Tehát Közép-Itália felé nyomult ez a longobárd nép, és a pápa veszélyeztetve érezte magát a longobárdoktól, és Nagy Károlyt hívta segítségül. És Nagy Károly emiatt átkelt az Alpokon, legyőzte az Észak-Itáliát megszállás alatt tartó longobárdokat, és a tőle elhódított közép-itáliai területeket a pápaságnak adományozta. Ha 300 évet visszaugrunk az időbe, és megnézzük, hogy mi történik Nagy Konstantin idejébe, döbbenetesen hasonló dolgokat találunk. Kiderül, hogy Nagy Konstantin, hát most pontosan a dátumot nem tudom megmondani, de ugyanígy átkel az Alpokon, megregulázza az ebben az időben észak-itáliai területeket megszállás alatt tartó Maxenciust, és a tőle elhódított területeket a pápaságnak adományozza. Tehát vegyük észre, ugyanaz az eseménysorozat. Nagy Konstantin ugyanazt teszi, mint évszázadokkal később Nagy Károly. És akkor rögtön kiderül, hogy nem volt külön egy Nagy Károly, meg nem volt külön egy Nagy Konstantin, mind a két személy ugyanabból a személyből lett gyártva tulajdonképpen, aki nem más, mint Attila idősebbik fia, Aladár. Na most, amikor ezt én így gyönyörűen levezettem a magam számára, ugye, akkor hát én publikáltam is ezt a gondolatot a blogomon, és nem sokkal azután, hogy én ezt publikáltam, egy dunántúli kutató, egy őrségben élő kutató, bizonyos Németh Zsolt, fölvette velem a kapcsolatot, és hát rendkívül érdekes kérdéseket tett föl. Olyan kérdéseket, amik hozzásegítettek újabb felismerésekhez. Az egyik ilyen kérdés az volt, hogy mindez nagyon szép, nagyon jó, de hogyan tudták elfogadtatni a keletiekkel Nagy Konstantint? Tehát a keleti egyházzal. Tudni kell, hogy Nagy Konstantint a keleti egyház szenté is avatta. Na most a Nagy Konstantini adománylevelet, ha valaki elolvassa, akkor abból teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy ennek az adománylevélnek az apropója, azon kívül, hogy megalapozza a pápai állam jogcímét, hogy ugye ott egy pápai államot létre lehet hozni, és az a pápának van adományozva, volt egy másik fontos motivuma is ennek a pápai, vagy ennek a konstantini adománylevélnek. Ez pedig az volt, hogy kimondta azt, hogy a pápa főséget élvez a keleti pátriárkák fölött. Tehát az antiókiai, jeruzsálemi, alexandriai, stb. Pátriárkák fölött tulajdonképpen a pápának a primátusa őrájuk is kiterjed. Na most, hogyha Nagy Konstantin személyét azért hozták többek között létre, hogy a pápa ezáltal is megalapozza a keleti egyház fők fölötti hatalmi igényét, akkor hogyan tudták a keleti egyházzal elfogadtatni azt, hogy Nagy Konstantin valóban létezett? És hogyan tudták rávenni a keleti egyházat arra, hogy még szenté is avassa Nagy Konstantint? És akkor beláttam, hogy igen, ez valóban ellentmondás, tehát ez nem lehet ilyen könnyen levezetni, mint ahogy én azt úgy hirtelennyibe levezettem. Tehát valami magyarázata kell lenni annak, hogy Nagy Konstantint keleten miért fogadták el. És ahogy ezen elkezdtem gondolkodni, na most még egy picit visszakanyarodva, hogy honnan jön a Konstantin név, aztán rögtön visszatérünk erre a kérdésre is. Tudnék, Klodvig, akit ugye korábban Childerikkel azonosítottam, 23 év a különbség Klodvig és Childerik között, Klodvignak a megkeresztelésének a történetét följegyezte Thurzi Gergely. És ez a megkeresztelésének a története rendkívül elgondolkodtatott engem. Tudnélik úgy írja le, hogy a keresztelők úthoz járul az új Konstantin, hogy a keresztvízbe a régi lepra betegségét lemossa. Na most nem tudom, hogy mennyire ismerik Nagy Konstantin megkeresztelésének a történetét. De Nagy Konstantinról tudni kell, hogy ő elkapta a lepra betegségét, és azáltal gyógyult meg, hogy Szilveszter pápa őt tulajdonképpen megkeresztelte, és a keresztvíz hatására ő meggyógyult a leprából a legenda szerint. És rendkívül érdekes, hogy ugyanez az esemény, vagy ugyanezek a motivumok Klodvig megkeresztelése kapcsán is előkerülnek. Hát ugye, ha Childeriket Aladárral azonosítottam, akkor a 23 évvel később élő Klodvig szintén Aladár, de Klodvigot, mikor megkeresztelik, szintén a régi lepra betegségét emlegetik, ami viszont Nagy Konstantinra utal vissza, és
úgy állítja be Thurszi Gergely Klodvignak a megkeresztelését, hogy a keresztelő kúthoz járul az új Konstantin. Na kérem tisztelettel, ezen a ponton esett le a tantusz, hogy hát onnan jön a Konstantin név, hogy Attila idősebbik fiának, Aladárnak ez volt a keresztségben fölvett új neve. Tehát ezt a nevet kapta. Tehát nem tudom, értjük, hogy így jártanak nekünk különböző történelmi szereplőket. Fogják egy történelmi szereplőnek a különböző szempontok szerinti neveit, és azokból különböző alakokat gyártanak. Tehát például ez az Aladár név például mit jelent? Egyszerűen ennek a személynek a öcséhez, Csabához való viszonyát fejezi ki. Tudnék, az Aladár az egyszerűen csak annyit jelent, hogy elder, tehát idősebb. Ő volt az idősebb fiú. Öcséhez, Csabához képest ő volt az Aladár, az elder. Viszont a Childerik név meg kifejezi az apjához való viszonyt. Tehát ki volt ő az apjához képest? Child, vagyis Child. Attilának a gyermeke, a gyereke. Na de milyen nevet kapott a keresztség során? Hát a Konstantin nevet kapta a keresztség során. Na akkor már megvan a jogalap arra, hogy legyártsunk belőle egy nagy Konstantint. És hát ki volt ő az egyszerű pornép számára? Hát egy nagy király volt. És ebből a királynévből meg legyártották a Károly nevet. És tulajdonképpen ez adta alapját a Nagy Károlyjal kapcsolatos gondolatnak. Tehát vegyük észre, hogy itt ugyanannak a történelmi szereplőnek a különböző szempontok szerinti neveit vették alapul, és ebből gyártottak különböző uralkodókat, és ezeket szépen libasorba fűzték föl az időszalagra. Na de most visszakanyarodva Nagy Konstantinra, ugye az volt az alapvető kérdés, hogy tudták a keletiekkel elfogadni. Tehát, hogyha őt azért gyártottak a római egyház, Nagy Konstantin személyét, azért építették föl, hogy a pápaságnak a keleti pátriárkákra való primátusát ezáltal jogalapként ugye felhasználva kiterjeszthessék, akkor miért fogadták el őt a keleti pátriárkák? Miért avatták szentté? Ugye ezt a kérdést szegezte nekem Németh Zsolt, és ezen kezdtem gondolkodni. És az járt a fejemben, hogy talán keleten is lehetett valaki, valami nagy és jelentős személy, aki olyan hatást tett a keletiekre, hogy őt szentként tisztelték, tehát szentté avatták, talán az ő neve is Konstantin lehetett, és nem elképzelhetetlen, hogy ezt a valakit, ezt a keleti Konstantint összemosták a nyugati Konstantinnal, tehát Attila idősebbik fiával, Aladárral. Tehát valahogy úgy kezdtem érezni, hogy Nagy Konstantin személyében két történelmi alak figurája keveredett össze. A nyugati Aladár, ugye, meg egy keleti valaki, akit még egy ideig nem tudtam behazonosítani. Történt aztán, hogy Németh Zsolt egy újabb kérdést juttatott el hozzám. Ez a kérdés pedig úgy szólt, hogy valamit mondanunk kéne a szlávokról is. Tehát kik voltak a szlávok? Tehát ugye én sorra mutatom ki Európa különböző nemzeteiről, hogy ez se volt szláv, az se volt szláv, amaz se volt szláv, hát valahol csak voltak szlávok. Akkor hol voltak az igazi szlávok? Hát ugye tudjuk, hogy én a horvátokról kimutattam, hogy ez Csaba feleségének a korezmi származású rokonsága tulajdonképpen. A lengyelekről kimutattam, hogy tulajdonképpen szarmaták, a bolgárok sem szlávok, ugye, mert ők is utódnép, és teljesen joggal tette föl Németh Zsolt nekem a kérdést, hogy hol voltak az igazi szlávok. És ahogy így és egy másik kérdést is föltett, hogy mit kell gondolnunk Cirilről, meg Metódról. Tehát valahol őket is el kéne helyeznünk az időszalagon. És ahogy így a szlávok kérdésén, meg Cirill Metód kérdésén gondolkodtam, amíg a szlávokra visszatérve. Nagyon hamar észrevettem, hogy a szláv népnév az valójában a mi szempontunkban egy rendkívül érdekes népnév. Tudnék, ez a nyugati, tehát a nagy hun törzsszövetség nyugati ága, az ezzel a száli szóval azonosította önmagát. Ez azt jelenti, hogy aranyló, fénylő, ragyogó, fehér. Tehát tulajdonképpen az eftalita hunoknak egyik megnevezése volt ez a száli. Nagyon érdekes, hogy a vandálok, akikről szót ejtettem az első részben, köztük is voltak szilingi vandálok és asdingi vandálok. Az a szilingi szó, ez a száli szóból származik. A frankok között is voltak száli frankok, ripuári frankok. Náluk is ez a száli, ez mindig erre az aranyló, fénylő, ragyogó szóra vezethető vissza, és azt jelentette, hogy fehér, tehát eftalita. És ezt a gondolatot tovább fűzve hamarosan megértettem, hogy ha én azt mondom, hogy szártörzs, vagy ugye Magrebnél ugye szóba került, hogy az áb végződés mindig azt jelenti, hogy valamilyen törzsbeli, tehát azt mondom, hogy szártörzs, akkor ez úgy hangzik, hogy szár áb. De ez a szár áb később már szerb.
De hogyha én ennek az RL hangváltozáson átesett változatát kezdem vizsgálni, az úgy hangzik, hogy száláv. De ez a száláv később már szláv. Tehát tulajdonképpen, és ez nagyon sokaknak nem tetszik, tehát én rengeteg támadást kaptam emiatt, hogy az a nép, amit mi egy tőlünk idegen etnikai entitásként értelmezünk, amelyre úgy tekintünk, hogy hát elrabolták a Felvidéket, és hát így, meg úgy, meg amúgy, és utálnak bennünket, mi is utáljuk őt, valójában valamikor a történelmünk hajnalán édes testvéreink voltak. Tehát ez a nyugatra szakadt, nyugati hun nemzetnek az önelnevezése volt, ez a száláv vagy száráv, ami szerb vagy szláv formát öltött. És akkor itt kanyarodok vissza Nagy Konstantinhoz, meg Németh Zsolthoz, aki föltette a kérdést, hogy mit kell gondolnunk a szlávokról, és hol kell elhelyeznünk Cirilt meg Metódot. Elkezdtem gondolkodni Ciril Metód történetén. Mit kell tudni Cirilről? Ciril Tesszalonikából indul. Na ez már önmagában rendkívül érdekes. Tudjuk, hogy Kuber, akit Csabával azonosítottunk, Tesszalonikában telepedik le. Tudjuk, hogy Csaba is pontosan Görögországban telepedett le. És itt ugyanebben a közegben, ahol egyébként szlávok élnek, tehát Tesszalonika környék egy szláv közeg volt Görögországon belül, és a szláv pedig eftől itt a hun, tehát már kezdenek összeérni a dolgok. Itt fölbukkan hirtelen egy Ciril nevű illető, aki sokat tesz a szláv írásbeliségért, sokat tesz a szlávok megtérítéséért, és aki később elmegy a kazárokhoz, és kazárföldön is tulajdonképpen térítéseket folytat. És ahogy így gondolkodtam, ugye megvásároltam egy könyvet Cirilnek az életéről, és ennek a könyvnek a borítója, hát még föl se kellett lapoznom a könyvet, már a borítója megdöbbentett. Tudnék, a könyv borítóján ez állt, hogy Ciril Konstantin élete és működése. Ciril Konstantin. Hát mit keres a Konstantin név, Ciril neve mögött? Kiderült, hogy Cirilnek az eredeti polgári neve Konstantin volt. A Ciril neve csak egészen későn vette föl, ugye nem sokkal a halála előtt, ez egyfajta szerzetesi neve volt, legalábbis ezt állítja a hivatalos történtudomány. Tehát vegyük észre, hogy Ciril pontosan onnan indul, mint onnan, ahova Csaba is megérkezett Görögországban, a tesszalonikai környékekről, sokat tesz azokért a szlávokért, akit én az eftalita hunokkal azonosítottam, majd visszatér a kazárbirodalomba, hogy ott is térítse, mint ahogy Csabáról is föl van jegyezve, hogy visszatért ősei székébe, Szkítiába. Tehát kezdett előttem derengeni, hogy amikor mi Cirilről beszélünk, az valójában, ez az illető valójában nem más, mint Attila fiatalabbik fia, Csaba, akinek úgy tűnik szintén a Konstantin volt, a keresztelés során kapott új neve. Tehát vegyük észre, hogy Attilának van két fia, egyik nyugaton, ő Aladár, keresség szerint fölvett neve szerint Konstantin. Keleten is van egy fia, ő ugye Csaba, aki mellesleg Ciril is, keresztség során kapott neve szerint Konstantin. És ezt a két alakot, tehát Attila két fiát mosták össze Nagy Konstantin személyében. Tehát Nagy Konstantin valóban két történelmi alakot gyúr össze, a nyugati Aladárt meg a keleti Csabát. És akkor ezen a ponton hirtelen az is megvilágosodott előttem, hogy hát tulajdonképpen mit jelent az, hogy Ciril? És hirtelen bevillant, hogy hát ez a Ciril szó, hát ugye ez a Kyrillosz szóból ered. Na de hát mi az a Kyrillosz? Hát király, az a magyar király szavunk. Tehát vegyük észre, hogy nyugaton is van egy Károly, keleten is van egy Kyrillosz. Nyugaton is van egy Konstantin, keleten is van egy Konstantin. És tulajdonképpen így hirtelen megérti az ember, hogy ezek az történelmi alakok, Ciriltől kezdve egészen Nagy Konstantinig, Nagy Konstantintól egészen Childeriken meg Lodvigon keresztül egészen Nagy Károlyig, ugyanazok a történelmi szereplők, Attila két fia, tulajdonképpen őrájuk épült fel a teljes későbbi keresztény Európa. Na, hát én igazából ennyit terveztem így befejezésképp. Én arra gondoltam, hogy ha bárkinek a témával kapcsolatban kérdése van, kételje, problémája, az most esetleg fölteheti, és tudok rá válaszolni. Mikor fogják ezt az általános iskolába tanítani? Hát valószínűleg soha. Na hát, ha nincs kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmüket.
Még egyszer figyelmükbe ajánlom a blogomat, magreb.blog.hu. Itt 36 különböző fejezetben, részletekben menőkig kibontva megtalálhatják ezeket a gondolatokat. Én tudom, hogy ezek az utolsó gondolatok, tehát főleg a szlávoknak a hun volta, meg Cirilnek a kiléte. Ez most kételyeket ébreszthet sokakban, és esetleg nehéz lehet elfogadni. Menjenek föl a blogomra, ott részletesen kifejtem ezeket, és olyan adalékokkal egészíthetik ki az itt elhangzottakat, ami segíthet a megértésben és az elfogadásban.